Ez az végre. Igen, készültünk, úgyhogy egy pár perc késéssel, de úgy néz ki, hogy el tudunk indulni. Jó kis SNES. Igen, lesz az is, meg minden, ami konzol. Na, mindjárt kezdünk is. Végre úgy néz ki akkor, hogy el tudjuk kezdeni a vasárnapi maratoni live-ot. Egy kis változás történt, miszerint úgy volt, hogy dupla GPU-s videokártyákkal is fogunk foglalkozni, az ma nem lesz. Viszont helyette lesz konzol minden mennyiségben, amennyit csak bírtok. És sokat fogunk róluk beszélgetni, meg játszani is fogunk, meg mindent, amit csak szeretnénk, mi is, meg ti is. És akkor szerintem nyugodtan kezdhetjük is el akkor a műsort, mert elég szépen becsakrakoztatok a live-ba. Szóval sziasztok, én Bacsis vagyok, mellettem pedig egy nagyon jó barátom van, aki a konzolokkal foglalkozik, és őt is ismerhetitek a BRSK keretein belül, Madarasan néven esetleg lehet, hogy jobban fogjátok ismerni. Ő nagyon nagy mágusa a konzoloknak, én tényleg csak mint másodhegedűs vagyok itt. Sokat fogok tőle én is kérdezni, természetesen ti is kérdezhettek, ő fog akkor nekünk, nektek egy előadást tartani a mai nap folyamán a konzolokról. És nagyjából akkor ennyi, át is adnám akkor a szót. Igyekszek amúgy figyelni a kérdésekre, és akkor, hogyha olyan jellegű, akkor nyugodtan tegyétek fel. Kütyüzünk, megnézegetjük a hardvereket, vannak nagyon sok játékok, majd ezek, ilyeneket is fogok nektek mutogatni, mert van jó pofák, nagyon-nagyon sok eredeti játék van, úgyhogy ezeket is fogjátok tudni nézni, játszani is fogunk. Igaziból így ennyi, akkor így át is adnám akkor Madarasannak a szót, és akkor, illetve nem, szeretünk felkonferálni akkor annyival a dolgot, hogy tehát ugye annyit tudunk, hogy ma konzolok lesznek. Sokat szeretnénk hallani a konzolokról, tehát ezekről szeretném, hogyha tartanál nekünk ilyen előadásokat. Kicsikét belevezethetsz minket abba, hogy miért kezdtél el konzolokat gyűjteni, hiszen nagyon sok konzolod van, tehát tényleg egy egész komoly gyűjtő vagy. Miért foglalkozol konzolokkal, mi tetszik benne, és akkor igaziból hajrá! Úgyhogy hallgatunk, és akkor kíváncsiak vagyunk. Nagyon köszönöm szépen, kedves Bacsis! Sziasztok! Én is üdvözölnék minden kedves nézőnket, és örülök, hogy eljöttetek erre a kis live előadásra, amit most tartni fogunk nektek. Madarasan vagyok, vagy Dani, szólíthatok úgy is akár. Ugye csomó mindenkivel biztos találkoztunk már személyesen BRSK-n, vagy egyéb hasonló tematikájú retrós rendezvényen. Úgyhogy igen, az lesz a mostani tervezet, hogy meg fogom nektek mutogatni, remélhetőleg a gyűjteményem majdnem egészét, de egy részét biztos, és időrendi sorrendben fogunk haladni, tehát... Zenét halkabbra! Zenét halkabbra. Jó, oké. Okay. Jó, akkor addig, amíg a zenét halkabbra tesszük, volt egy kérdés, és akkor erre hiába nem igazán vagyok jártas a konzolokba, láttam többször már felettéve egy ilyen kérdés, hogy... Xbox vagy PS. Én azt mondom, hogy erre igaziból, hogyha nagyon szívünkre tesszük a kezünket, én úgy gondolom, hogy erre nem lehet válaszolni, hiszen mindegyik készüléknek megvan a maga varázsa, mindegyik készülékre vannak exkluzív játékok, tehát így igaziból szerintem nem lehet eldönteni most ez. Konkrétan, na már pedig akkor rábökök, hogy ez a jobb vagy az a jobb, nem? Én tulajdonképpen erre úgy tudnék válaszolni, egy generáció függő. Tehát attól függ, mert például az első generáció PS1 mellett nem volt még Xbox, tudom, hogy hülyeség, de ott még nem volt Xbox, tehát ott azért egyértelmű. De ugye, hogyha szétszedjük például, kicsit ugorodtunk az időbe, de semmi probléma. Tehát ugye, ha a PS2-t és az Xbox klasszikot vetjük össze, akkor ott attól függ, hogy miben nézzük. Tehát, hogy tulajdonképpen van az is itt, és majd téma lesz később a nap folyamán, de azért elmagyarázom most is, hogy ugye a PS2 az jelen pillanatban a legtöbb játékpéldány eladással büszkélkedhet. Tulajdonképpen majdnem a mai napig, mert a Nintendo Switch az úgy kvázi beérte már. De lényeg az, hogy a PS2-nek sokkal durvább eladási számai voltak, mint az Xbox Classicnak. Magyarán tehát azért az egy sokkal népszerűbb konzol volt. Viszont, hogyha csupán a nyers számokat és a technikai paramétereket vetjük össze, akkor egyértelműen nyer az Xbox. Tehát ez egy sokkal erősebb hardware. Tehát technikailag ugye az Xbox Classic, mutatom, hogy ez itt, ez egy PC. Tehát ez egy 733 MHz-es Pentium 3 Celeron processzor van benne, egy GeForce 3 GPU-ra alapuló GPU igazából,
és a Windows 2000-nek egy nagyon customizált verziója fut rajta. Hát pont ezt akartam volna kérdezni, nem akarok a szabadba vágni, ugye mindenki tudja, hogy én PC-khez értek, és szigorúan csak PC-kkel foglalkozok, és én egy kicsikét minden PC-s szemmel nézek. Ez lett volna hogy a kérdésem, hogyha ez egy PC tud valamilyen szinten, hogy akkor X86 kompatibilis, gondolom, akkor ugye megvan benne, tehát akkor elvisíkon normál Windows-t is lehet rajta futtatni? Nem. Ez az érdekes, hogy normál Windows-t nem tudsz rajta futtatni, mert ugye nem rendelkezik olyan BIOS-szal, mint egy PC. Á, értem. Tehát tulajdonképpen a firmware az teljesen zárt, mondjuk ugye értelemszerűen a mindenféle módosítások érdekében ezt lehet hackelni, meg modolni. XBMC-t tudsz rajta futtatni, ami ugye tulajdonképpen olyan, mint egy PC-s alkalmazás, és ez a dashboardja. Tehát technikailag ugye az Xbox Classic-nak úgymond az oprendszere, amit látsz belőle, az egy dashboard. Ez tulajdonképpen egy média lejátszó felület, mert ugye akkoriban az emberek, mint multimédiás készülék is vásárolták ezeket. Tehát a PS2 az azért futott fel annó például brutálisan, mert megvette az ember, mint egy DVD lejátszó. Tulajdonképpen ugye a PS2-nek a rivális, hát majd fogjátok látni, de itt ami a jobboldali monitoron megy, az egy Sega Dreamcast, amely tulajdonképpen a PS2-nek a korai rivális, a technikailag a PS2 kinullázta, tehát hogy a földbe döngölte a Segát sajnos, nagyon sajnáljuk ezt, és utána jött a, mint egy válaszul a Microsoft az Xbox-szal, hogy hát lehet ezt azért másképp is csinálni, és hát ott azért megmutatták rendesen, hogy van benne potenciál, és ugye ezek után jött az Xbox 360 és a PS3, ami már egy teljesen más dimenzió, meg más világ, és ott nem is biztos, hogy annyira a retrónak a tárgya, bár ha azt nézzük, hogy tulajdonképpen 18 éves eszközökről beszélünk, az már beért a retro kategóriába, de én azt javasolnám, hogy ezt a beszélgetést kicsit jegeljük és menjünk tovább, ha nem gond. Jó, először is arra szeretnélek megkérni, hogy igazából honnan jött az ötlet, hogy neked konzolokat kell gyűjteni. Tehát én nem szólok meg ez miatt, annak ellenére, hogy én nem gyűjtenék konzolokat, mert ugye mindenkinek megvan a bogara, és én is meg gyűjtöm a mond hülyeséget, mert nekem az jön be, neked oké, a konzolok jönnek be, de miért a konzolok jönnek be? Konzolok is jönnek be. Konzolok is, jó, oké, de most konzolokra beszélünk, tehát miért kezdtél el gyűjteni konzolt? Hát ez egy nagyon jó és érdekes kérdés, de tulajdonképpen vissza tudunk kanyarodni, hogyha most ilyen személyes jellegűben megyünk át, akkor gyerekkoromba és az ahhoz kapcsolódó dolgokhoz, hogy tulajdonképpen a 8-9 éves én találkozott végre a videójátékkal. Hát itt a 2000-es évek elején járunk, és igazából ott már bőségesen elkezdett volna bejönni ugyan a PS2, de nálunk ez sajnos még nem volt így, úgyhogy a sárga kazettás Nintendo fogalma csöppent be, amit már akkor is retrónak számított. Na most ehhez tudnám őt mutatni, ami nem egy sárga kazettás Nintendo, hanem ez az, ennek az eredeti változata, ez a japán Famicom nevezetű készülék. Egyenesen 1983-ban jelent meg. 83-as. 83-as készülék. Family Computer, az van ráírva. Így van. Hát itt az lesz hozzá a kontroller. Hú, de menő, hogy így meg van csinálva, hogy így a oldalára rá lehetett rakni. Igen. Technikailag erre rá vannak drótozva a kontrollerek, mert ez egy pici japán otthonokba lett számva, ahol mi is ülünk itt most. Ugye ültek az emberek a földön, rákötötték a készüléket a tévére, és nagyjából nem is kellett az, hogy 2-3 méteres kontroller zsinór legyen rajtuk, hanem csak így, mint ahogy most itt ülünk, ültek a földön és játszottak vele. De figyelj már, ezen csomó minden, csak nem tudom, hogy japán karakterek vannak rajta, ez valami japán belpiacos cucc volt? Pontosan, ez japán belpiacos cucc, ez a Nintendónak úgymond az első igazi videójáték konzola. Ez a konzol mentette meg a videójátékipart az Amerikai Egyesült Államokban, csak éppen nem Famicom néven, hanem Nintendo Entertainment System néven, az ez itt, ez a szürke dobozka. Akkor jó, egy kicsit tesszük a telefont és megmutatjuk. Így. Tehát akkor ez volt az előző, amiről így beszéltünk, és akkor itt van mellette az első klasszikus Nintendo? Igen, ő a Nintendo Entertainment System, és egyébként a kis monológomban majd vissza is fogok rá kanyarodni, de... Felnyitod még egyszer? Természetesen. Ott van benne valami. Igen, az Everdrive van benne, és ilyenek mennek bele. Aha, jó nagy kazetták voltak ezek. El is mondom az okát, hogy miért. Tehát ugye a lényeg az, hogy akkoriban
A 80-as évek elején az Egyesült Államokban a videójáték, mint szó, az egy szitok szóként ment, ugyanis az Atari egy óriásit bukott annó, mind a játéktermes képeikkel, mind az otthoni konzoljaikkal, tehát technikailag drágák voltak, megjelent egy csomó másolat, egy csomó rip-off, úgymond. Jött egy ilyen kérdés közben, erre válaszolják kérlek, hogy maradt meg ilyen hibátlan állapotban? Pontosan melyik? Hát gondolom erre. A Famicom? A Famicom, igen. Úgy azt Japánból importáltam, és mint ahogy látjátok, még most sem bontom ki a kis csomagolásából, tehát igyekszem mindentől is megóvni. Ezt még értetek se bontjuk ki! De technikailag egyébként minden cucc, ami nekem van, nagyjából szoktam őket használni, játszom velük, rendezvényre viszem őket, és még túlélem azt is, hogyha a földön csattannak a kontrollerek, bár ez ellen nagyon jó lenne valamit tenni egyszer. De a lényeg az, hogy vigyázom rájuk, meg karban tartom őket. Lesz amúgy SNES is, mert láttam valaki kérdezte, lesz a SNES is. Persze, minden időrendi sorrendben haladunk, most ugye minden kezdődik a maga a konzoloknak a története, hát, ugye modern videójáték történelem kezdődik, ki nem úgymond a 8 bites éra. Technikailag ugye ezelőtt voltak ilyenek, hogy Atari 2600, Vectrex, ColecoVision, Magnavox, Odyssey, tehát van egy Odyssey 2-esem is egyébként, amit egy kedves kollégától kaptam, ő adományozta számomra a BRS-ken, úgyhogy innen is nagy pacsi neki, hálás vagyok érte, nagyon köszönöm. Beüzemelni azért nem tudtam még, mert azok a konzolok még nem rendelkeztek AV kimenettel, hanem csak RF kimenettel, tehát tulajdonképpen rákötötted a tévére és ráhangoltad, erre még egyelőre nem volt időm és lehetőségem, hogy lepróbáljam, de elvileg működik, majd egyszer szórakozunk vele is, de ugye az én rajongásom az ténylegesen a 8-bites korszakba kezdődött, ahogy elmondtam, pár még 10 éves korom előtt, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején elkezdtem ugye játszani a sárga piacos Nintendo-val, ezt ismeritek sokan így, ugye ez a sárga... Nincs ilyen sárga fizény? Hogy ne lenne? Hát ott van egy csomó. Akkor menjünk oda, meg tudsz nekünk mutatni ilyen sárga kazettás cuccot, addig visszafordítom a kamerát. Hogyne. És akkor megnézzük a kirakatot. Jó, hogyne. Szóval technikailag ugye úgy nézett ki a történet. Hogy abban az időben majdnem minden kínai üzletben, meg piacon lehetett ezeket az egyébként borzalmasan gagyi dolgokat kapni, tehát nincs súlya neki. De figyelj, ezek tök jó játékok voltak azért. Ezek szörnyű játékok. Nem, ez nem igaz. Gól 3 vagy mi volt a neve? Hát nem tudom, hónapokat játszottunk rajta. Csipésdél, az is mekkora jó na volt. Na most őszinte leszek veled, hogy ezek tulajdonképpen... Kontra volt a legjobb. A Kontra zseniális játék volt, és fogunk vele játszani. Tehát az a helyzet, hogy ezek, azért mondom, hogy szörnyűek, mert ezek nagyon jó játékok. Dobsz ki nekünk még egy-két izét? Egy-két kazettát? Természetes. Hát az eredeti Nintendo játéknak volt magyarán mondva a koppintása. Nem is a Nintendo játéknak, hanem ezeknek itt. Tehát ezek voltak az eredeti? Ezek az eredeti japán Famicom játékok. Tehát ha és ki is veszem a dobozából, egyébként ezekre is próbálok nagyon vigyázni. Így néz ki. Ez volt az eredeti, hát én még ezt nem is láttam. Igen, ez valószínű. És egyébként foglalatra teljesen kompatibilis. Tehát ez az eredeti Famicomba belemegy. Persze, ez meg a klónba. Gondolom nem működtek. De van amelyik igen. Van, amelyik működik. Ez az érdekes az egészben. Bár én nem nagyon szeretek vele kísérletezni, mert félek attól, hogy hazavágja a gépet, az meg nem érne annyit. Tehát lehet még ilyen eredeti játékokat beszerezni? Eredetit lehet jó borsos áron az eBay-ről. Ja, és egyébként, ha már itt vagyunk, akkor megmutatom a klón gépeket is. Ott láthatsz kettőt. Tehát ez itt a Famicomnak egy klónja. Majd, hogy nem megegyező klónja, csak ugye szemfülesek láthatják. Ez egy ilyen kérdés, hogy puskád nincsen-e hozzá, volt egy játék Duck Hunt. Ó, de hogy nincsen hozzá, csak az a baj, hogy a legutolsó BRS-ken ez sajnos haza lett vágva, de... Akkor ezt is mutasd meg, kérlek. Itt van. Az a baj, hogy sajnos csattant egyet a kövöm, és azóta nem működik, úgyhogy majd szét kell szednem, és meg kell javítani, de tervezem megcsinálni. Jó, de ilyet, akkor van hozzá, ez volt. Van. Oké, aztán... Ez szintén egy Famiklón,
Tehát ugye ebbe is ezek a... Ezeket ki gyártotta? Honnan ezek... jöttek? Hát megmondom, hogy hogy történt ugye ez az egész. Ugye ennek lett egy orosz klónja, amit úgy hívnak, hogy Dandy. Ez egy hardveres klón. Tehát technikailag fogták a Famicomot, és leklónozták. És ennek valamilyen módon szabad volt úgymond a gyártási piaca. Technikailag ellopták a tervrajzokat, és megcsinálták belőle. Mármint az eredeti tűnök le. Az eredeti Famicomnak lelopták, igen, a terveit, megcsinálták. Elkezdték ugye Taiwanban gyártani mindenféle branden, mindenféle kinézeten, és a mai napig gyártják ezeket. Tehát ott lent nekem van még egy csomó... Mai napig? A mai napig gyártják. Hova? Afrikába? Vagy hova? Hát tulajdonképpen bárhol, hogyha ha bemész egy kínai boltba, lehet, hogy ma is meg tudod kapni, bár nem cartridge-el fognak azok működni, hanem be van építve ugye a ROM-jába egy csomó játék. Ez a 1 a 999... Igen, pontosan igen, ez a sok millió az egyben kategória. Mutatok még egy párat. De hogyha le tudták klónozni, és a játékokat is le tudták klónozni, akkor miért voltak ezek olyan gagyik? Megmondom, hogy miért voltak ilyen gagyik. Tulajdonképpen azért, mert sok esetben ugye a létező legolcsóbb anyagot használták fel hozzá, amit lehetett. Tehát tulajdonképpen nagyon ócska műanyag, ócska nyáklapok, minőségtelen kontrollerek. Lényegében magák a játékok ugye azok romok voltak, amit ez az eszköz képes volt ugye futtatni. Csak ugye például a képi megjelenítése is sokkal csúnyább volt. Tehát igazából a fő lényeg az egésznek az, hogy ezt arra szánták, hogy olcsón el tudják adni, olcsón elő tudják állítani, bárki megvehesse. Lényegében volt azért egy szép érték. Megnézhetjük még ezeket? Még egy pakkot? Hogyne. Hát, ha van közte valami ismerős, amivel én is játszottam. Hogyne. Amint látjátok, a borítók is sok esetben teljesen más játékokról vannak. Tehát ez például a Jaguáros Alien vs. Predatornak a borítója. Nem mondod. Igen. Csak lelopták, mert jól néz ki, mi? Mindent itt leloptak. Tehát tulajdonképpen az volt az egészben a legrosszabb, hogy egy nagy átverés volt. Tehát például láttál valami szép 3D-s játékot, bementél. Persze, megvetted. A piacba megvetted, hazavitted, és hát... Én erre emlékszek, rá volt írva, hogy Super 98, és közben kijött 96-ba mondjuk. Tehát ilyen plusz két évet ráírtak. Igen, igen, meg a 9 millió az egyben, miközben egyébként volt rajta mondjuk olyan 8-10 darab játék, az összes többi az vagy ilyen paletta módosítása volt az eredeti játéknak, vagy pedig ugye ROM hack volt, ami ROM hack, ezről lesz hamarosan téma, arról is akartam nagyon sokat beszélni, de egyébként a lényeg az ugye a ROM hack az úgy néz ki, hogy fogod ugye az eredeti játékot, és technikailag, mintha egy PC-s játék lenne, megmódosítod, módolod, ugye átállítod benne a karaktereket, ugye sok esetben hexadecimális szerkesztőkkel tudtak megoldani akkoriban, hogy tehát technikailag például ugye volt egy Jackie Chan-es játék, és átmódolták helyette a Jackie Chan-t Mario-ra. Jézus Mária! Az lett a Kung Fu Mario-na, azzal például annak nagyon-nagyon sokat játszottam. Egyébként az egyik legismertebb klón, Ez ilyenem volt. Nem ilyened volt, Sanyi, az biztos. Ja. Ez egy Sega Mega Drive 2, igen. Az eredeti. Ja, de várj, a klónra is rá volt írva, hogy Sega. Pontosan, ez volt az egészben a legnagyobb durva átverés. Tehát ez volt a legbrutálisabb, nekem is amúgy ilyenem volt, az most már sajnos nincs meg. De a lényeg az, hogy én sokáig azt hittem a sárga kazettás Famiklónra, hogy az egy Sega. És ez később világosultam fel, hogy nem az, csak ugye ebbe a házba beletették a Famiklónnak a hardware. És ezt futtatta. De ugye ez egyébként egy későbbi, tehát egy egyel későbbi generációs konzol, ez már egy 16 bites konzol, Sega Mega Drive. Úgyhogy ez a lényegében egy kicsit átverték a népet. Nem kicsit, hanem... Van még valami hasonló cucc. Az... Vagy ez most nem kapcsolódik ide? Ez technikailag kapcsolódhat ide, de ez egy modern gépezet. Tulajdonképpen ez egy hardveres, mondjuk úgy, hogy utógyártása, tehát ez nem mondanám klón eszköznek, hanem ez inkább egy modernizált változata mind a Super Famicomnak, mind a sima Famicomnak, tehát ez technikailag lejátszik Super Nintendo, Super Famicom, meg sima NES, Nintendo és Famicom cartridge-et, és modern eszközre tér. Sász technikailag azért ért hozzá, várt ki a végét majd, hogy majd nyomja tovább így a Madaraszan barátunk a sztorit. Igyekszünk. De szerintem akkor most menjünk is vissza, egy picit nyomkodjuk meg őket. Nyomkodjuk meg őket!
Jó, tehát akkor most ott vagyunk, hogy akkor az első klasszik Nintendo-nál járunk sztoriba. A sztoriba igen, így van. Tehát tulajdonképpen amúgy a keleti blokk, tehát így a vasfüggönynek ez az oldala, megkapta lényegében a Fami klónokat. Ugye az orosz piacról jöttek be a dendik, aztán a kínaiak tonna számra hozták befelé a mindenféle Fami klónt, és utána a kínai piacokon ez így el is terjedt, ahogy lehetett. Úgyhogy... technikailag én azt mondom, hogy itt Magyarországon belül így a 90-es években születettek, 2000-es évek elején születettek, vagy a 80-as évek közepétől születettek, mind biztos, hogy találkoztak vele, valamilyen formában látták. Tehát így, szerintem így a Super Mario-nak az első verziójával tényleg majdnem bárki játszhatott. Úgyhogy ezek így a szerves háztartási részét képezték itthon Magyarországon. Viszont, hogyha most egy pár évet még visszamászunk, és ellátogatunk az Egyesült Államokba, ahol ténylegesen csődben kíván éppen menni a videójáték ipar, akkor ott megjelent a Nintendo, és húzott egy merészet, és kiadta ezt itt, ez a Nintendo Entertainment System, és technikailag ez pontosan... Megmutatom még egyszer. Pontosan az amerikai változata a konzolnak. Okkal csinálták ilyenre, hogy ilyen ajtaja legyen, ilyen bazi nagy cartridge legyen benne, és sokkal nagyobb legyen, mint az eredeti Famicom, tehát ha összemérjük őket. Aha, igen, tehát látszik, hogy fizikailag... Jóval nagyobb nála. Igen. És hogy mi az oka ennek? Na, szóval az, hogy mindenképpen úgy akarták eladni ezt Amerikában, hogy ez nem egy játékkonzol, ez nem egy videójáték eszköz, hanem egy otthoni szórakoztató központ, ugye ezért is nevezték Entertainment Systemnek. Tehát mennyivel professzionálisabban hangzik így, mint hogyha azt mondom rá, hogy hát ez egy videójátékkonzol, ami akkoriban egy baromira lenézett kifejezés volt. Úgyhogy... ők úgy adták el, hogy hasonlóan nézzen ki, mint egy videomagnó, tehát mint egy VCR. A toploader megoldás, hogy előről teszed bele a cartridge-et, szintén ezért lett így megcsinálva, és meg is lett az eredménye, mert sokkal másképpen néztek az emberek erre az eszközre, mint mondjuk egy Atari 2600-as. És technikailag ugye Atari 2600-as, ahol hát úgy színből nem túl sokat tudott megjeleníteni, nem volt benne neki technikailag úgymond olyan grafikája a játékoknak, hogy nem sprite-okat jelenített meg, hanem csak mondjuk pixeleket, vagy nem tudom, vektorvonalakat tudott az Atari 2600-as megjeleníteni. Azért ahhoz nem értek, csak ezért kérdezem. Nem is nagyon játszottam vele sokat. Nem tudom, konzol, nem értek hozzá. Jó, mindegy, technikailag az Atari 2600-as nem nyújtott egy túl kiemelkedő látványvilágot, hogy úgy őszinte legyek. Meg lehet nyugodtan cáfolni, mert tudom, hogy annak is vannak fannyai, de számomra például egy Atari 2600-as játék annyira nem, hogy mondjam, nagy technikai bravúr. És ezt annól is sokan így gondolták. Úgyhogy, ha most megnézzünk helyette egy Nintendo Entertainment System játékot, akkor látni fogjuk azért, hogy ez merőben más volt ott a 80-as évek közepén, mint bármi, ami addig létezett volna. Kezdjük a kontrollerrel, ugye? Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez az őse annak a kontrollernek, amit mi ma videójáték kontrollernek nevezzük, mert van rajta D-pad, vannak rajta gombok, és tulajdonképpen ez a D-pad, ami rajta van, ez egészen jó. Tehát ez simán megállja. Tehát a mai modern kontrollereknek az őse, ez volt az első mai modern kontroller. Pontosan, igen. És ikonikus egyébként az egész, mert ugye megmarad. És hogy itt jön neki nagyon a különbség a Famiclone, meg mondjuk egy eredeti gép között, mert a Famiclone-nak a kontrollerét, hogyha megfogod, meg meggyomkodod, akkor recseg, ropog, iszonyat gagyi műanyag érzése van, és olyan úgy érzed bármelyik pillanatban, hogy ha megnyomod a gombot, az ketté törik az egész. Ennél nem. Tehát ezt földhöz verheted, tényleg stabil. Nézzük, mint a beton olyan. Jó, amúgy a nyomás érzete is így a gomboknak, tehát jó. Könnyű, tehát gondolom azért túl sok minden nincs benne, közben most én nyomkodom, könnyű, közben így azért annyira nem akarom nyomkodni, mint elmegy a dolog, tehát érdekes, hogy tehát, mint hogyha ebben nem lenne semmi, de ettől függetlenül, tehát annak ellenére, hogy könnyű, nem érzed azt a nagyon gagyi hatást. Pontosan. Tehát tényleg jól megcsinálták. Technikailag igen, úgyhogy... Na, a lényeg az, hogy ez az USA-ban is egy borzasztó nagyot robbant, és megkapta egyébként Nyugat-Európa is. Ugyanennek a konzolnak ugyanilyen kinézetű európai változata van, egyébként olyanom is van, annyi különbsége van, hogy ide rá van írva még a European Edition.
Akkor ez egy USA belpiacos cucc. Ez egy belpiacos cucc. És ennek is elmondom az okát, hogy miért ilyet használok. Nagyon kézenfekvő az oka. Amerikában és Japánban 60 Hz-es ugye, szabvány volt a tévéknél, az THC videó szabvány, amely más felbontással bírt, tehát ugye konkrét a 240p-t bírta, ugye míg az európai az azt hiszem 288, ebben most nem vagyok teljesen biztos, azt tudom, hogy ugye a magasabb felbontás verziója ugye már jobban ismert lehet, ugye ez a 640x480i, az az amerikai, míg az európai az a 720x576, amely ugyan magasabb felbontás, viszont az európai konzolok azok 50 Hz-en futottak, magyarán ugye az 50 Hz-nek ugye a fele 25 FPS-sel, míg az amerikaiak ugye 60 Hz-en futottak. A 30 FPS van, smoothabb akkor, tehát magyarán mondva ezért használsz amerikai konzolt, mert egy picit smoothabb. Pontosan. És amúgy most legyünk őszinték, a 25 és a 30 FPS között te látszom, hogy különbséget, tehát lehet érezni. Igen, de amúgy nem csak én, szerintem bárki érzi, mert ugye konkrétan az a probléma, hogy Japánban és Amerikában fejlesztett játékokat sok esetben egy az egyben átportoltak európaira, úgyhogy semmiféle konverziót nem használtak. Konkrétan lassabb a játék az európai konzolon, tehát ilyen lassított felvételben fut, így kiadták. Jó az ide. Jó van az úr. Mi európainak. Magyarországon lehetett kapni hivatalosan? Nem lehetett kapni hivatalosan, hát akkor még izé volt, még vasfüggöny volt. Vasfüggönyben nem lehetett, én úgy tudom, hivatalosan kapni a NES-t. Később, 90-es évek után lehet, hogy igen, őszinte leszek, mivel akkoriban én még nem léteztem, ezért nincs, nem tudom. Utólag ilyen videójáték magazinokban tájékozódtam még a dolgokra. A Super Nintendo-t az fix, hogy már lehetett kapni itthon. Aha. Tehát ugye azt mondom, hogy 92-ben jött ki, tehát azt lehetett már venni. Az volt is sok embernek ugye eredeti Super Nintendo-ja. Egyébként annak nem is voltak hardware-es másolatai, mert ott már ugye a Nintendo megoldotta, hogy lehetett. Kicsit még arról beszélni nekem, hogy engem az érdekelne, hogy függetlenül attól, hogy nálunk Magyarországon nem lehetett megvenni, mennyire volt megfizethető. Most nem kell elmenni az USA-ba, itt Európába, tehát a Nyugat-Németországba, tehát meg tudták venni a háztartások, vagy ritkának számított ott is? Kvázi, félig meddig ritka, tehát valamennyire azért meg tudták venni, tehát ugye a nyugat-németek persze, tehát hogy Ausztriában, Nyugat-Németországban én úgy tudom, hogy valamennyire megfizethető volt. Az a kérdés csak úgy mondani, hogy mennyire akarták, tehát akkoriban azért, mint az, hogy videójáték nagyon nem volt népszerű, mint most, tehát most ugye... Hát jó, hát innen indult igaziból a modern videó, konzolozás, persze, hogy nem volt annyira. Tehát akkoriban amúgy az volt simán elfogadható, hogy mondjuk tegyük föl, volt egy kis utca, vagy egy iskola, és akkor ott az egy-két embernek volt ilyen, és akkor az egész osztály oda járt, mondjuk meg az összes szomszéd átcsődült hozzá, aztán végig Nintendozták az estét, borzasztó feelinges lett. Jó, hát nálunk is ez volt, csak mondjuk a 90-es évek végétől körülbelül. Igen. Jó, szóval akkor játszunk, tudsz neki mutatni a játékot. Természetesen. Jó, és akkor, kedves hölgyek, urak, most nyomassatok erre a live-ra egy megosztást, mert indul az első játék, hadd nézzék meg a népek, hogy hogy is nézett ki, akkor az első Super Nintendo, vagy hogy is ennek hivatalosan a neve? Nintendo Entertainment System. Magyarán simán csak fogalmazhatunk úgy, hogy a Nintendo. A Nintendo jön! Na, nyomassunk valamit, dobjatok egy megosztást, meg amit akartok, és akkor hadd szóljon, megfordítom a kamerát. Hát én kezdenék valami nagyon ismertel. Egy Mario. Hát igen, a legendás Mario. Tehát ez volt úgymond a játék, amivel sokan szembesülhetünk és találkozhatunk. Ez ugye a Super Mario Brothers. Megint átfordítom a kamerát. Közben még annyi érdekességet megmutatok itt, hogy ugye ebben egy Everdrive nevezetű cartridge található meg. Ennek több oka is van. Egyrészt az, hogy ugye így nem az eredeti cartridge-jaimat nyúzom, hanem van benne úgymond egy FPGA alapú eszköz, amely SD kártya foglalattal rendelkezik. Várjál, kicsit odavilágítok, hogy jobban lássuk. Rendben. Erre rá tudom ugye tenni a játékokat, a romokat, és így megvan a lehetőség arra egyrészt, hogy kipróbáljak olyan dolgokat, amiket még nem tudtam, másrészt ugye romhackeket tudjak futtatni eredeti hardware-en. Tehát ezeknek a játékoknak a futtatása ugye nagyon nem nehéz. Tehát ez lényegében majd, hogy nem egy kenyérpirító is el tudja indítani, tehát egy közepesen erős okostelefon, egy PC, tehát egy Pentium 2-es PC is lazán futtatja, például, hogyha már retro PC témázunk,
Pentium 1-es is futtatja ezeket. Az a baj, most nem tudom megint megfordítani a tükrözést, úgyhogy bocsi. Mindjárt megnézem, ha visszafordítom a kamerát, max akkor tartom így. Érdek, aha, itt engedi amúgy a videó tükrözését, a hátsó kameránál nem. Várjál csak, lehet, hogyha most fordítom át. Technikai kísérletezések vannak, mindjárt. Csak nyugodtan. Hát szerintem most jó, nem? Ránézésre jó. Jó, igen. Akkor ránézésre jó, oké. Tehát akkor át kell fordítanom a kamerát, megfordítom a tükrözést, és akkor jó. Igen. Jó, oké. Szóval a lényegben az, hogy ugye erről tudunk futtatni ROM-hackeket eredeti gépeken. Mondtam ugye, hogy ezek emulátoron nagyon pofon egyszerűen bárki el tudja indítani, majd hogy nem bármilyen modernebb konzolon, PC-n, akármicsodán futnak ezek, a telefonon is. Erre válaszoljál, én múltkor erre válaszoltam már ilyen kérdésre. Igen? Mi értelme vannak annak, hogy... Várjál, nem. Kicsikét érdekesen van fogalmazva. Nem. Mi értelme vannak, hogy nem játszok ezzel, meg azzal, mert nem tetszik a grafikája, de a mostaninak 100-szor jobb. Szerintem itt az lenne a kérdés, hogy mi értelme van az, hogy ezzel játszol, és nem egy mostani játékkal, ami 100-szor jobb a grafikailag. És akkor kérlek engedd meg, hogy erre én válaszoljak. Tudtam. Annak ellenére, hogy ez nem PC, és nem értek a konzolokhoz. Azt Max kijavítasz, de szerintem, és én ezt már többi live-ban is elmondtam, hogy igenis jó megtudni, megnézni azt, hogy ahhoz, hogy te egy 100-szor jobb grafikájú játékkal játszál, ahhoz ilyen készülékeknek kellett piacra kerülni, és innen lehet látni, hogy honnan is indult a fejlődés, és ebben a live-ban azt fogjuk nektek bemutatni, hogy nem csak ilyen készülékek voltak, hanem természetesen az evolúcióját a konzoloknak fogjuk bemutatni, ugye lesznek itt majd újabb konzolok is, tehát láthatod, értem én, hogy nem olyan szép a grafikája, de egyrészt időnként jó kicsikét gyereknek lenni, és visszautazni az időbe, és azokat a játékokat újra végigjátszani, amit anno 8-10-12 évesen végigjátszottunk, ez az egyik. A másik meg az, hogy szerintem meg tök jó megtudni és tanulni azokról, hogy oké, van valami most otthon a nappaliba, és lehet nyomatni a PlayStation 8-on, de hogy ezeknek a gépeknek köszönhetjük. Na, én azért én is kicsit becsatlakozok ebbe a beszélgetésbe, meg válaszolok, hogyha már egy fölmerült témában, de játszom a mai modern játékokkal is természetesen, tehát hogy egyetlen nem arról van itt szó, hogy én megvetném a modern játékokat, nagyon szeretem őket. Aki ezt fölismeri, ezt a logót, az biztos tudja is, hogy mi az. Utasd, még egyszer nem láttam. Mi a franc ez nekem? Cyberpunk 2077. Cyberpunk? Én játszok a Cyberpunk 2077-tel, mégsem láttam ezt a logót. Az a Samurai nevű együttestek a logója. Mindegy, most ez nem témánk, csak úgy felhoztam, hogy... Közben már akkor mutassa meg a nézőknek ezt a táblát, egy kicsit így off-topicba. Mi ez? Mit látunk? Ez a kontrollereknek úgymond a periódusos rendszere, tehát ez egy vicces ábra igazából. A periódusos rendszer mintájára készülő, úgymond időrendi sorrendbe az összes videójáték konzol dátumokként. Hát ugye téma volt ugye az Atari 2600, aminek egy olyan kontrollere volt, hogy tulajdonképpen olyan volt, mint egy joystick. Tehát tulajdonképpen egy joystick egyetlen egy gombbal, borzasztóan nehézkes irányítása, cáfoljon meg, aki akar. Ez az Odyssey 2, mondtam, hogy egy ilyenem van egyébként, ezt majd meg tudom mutatni esetleg annak, akit érdekel. És akkor hát ugye itt mindenféle nagyon amorf formájú, absztrakt, elmerodjant kontrollereket láthattunk itt, és ott a 83-as Nintendo Family Computer, itt járunk Famicom, akkor most. Amit ugye mi már megmutattunk, és ugye annak az a későbbi amerikai, európai változat, ami 85-ben jött ki a Nintendo Entertainment System, ugye erről beszélek, ez az első úgymond olyan kontroller, ami hasonlít arra, amit ma kontrollernek. Szóval akkor most ott járunk, kicsit távolabb megyek, és a live végére fogunk eljutni majd nagyjából ide. Hát igazából így erre a szintre fogunk eljutni majd a live végén, mert tulajdonképpen ezeket én itt már annyira nem tartom retrónak, bár hát nézőpont kérdése, a PS4 2013-ban jött ki 10 éve. Ez valaki bejött, hogy Dreamcast a legjobb van. Egyetértek, amúgy szeretem én is nagyon a Dreamcast-et, lesz téma, beszélünk majd arról. Úgyhogy azt mondom, haladjunk azzal a játékkal, amit ugye kinéztünk. Első körben most bemutatom nektek én, aztán átadom a kontrollert Sándor barátomnak, ő is ki fogja próbálni. Figyelj, következő live-ba azt most mondom így off-topicba, hogy LCD-t kell használnunk. Nem jó? Nem jó. A vibrálnak? Aha, kicsit. Nem vészes, de igen, vibrál. Aha, stimmel. Világos. Na,
Okay. Jó, várjál, akkor úgy kéne most csinálni, hogy te nyomod a játékot, és közben, nem tudom, még szívesen hallgatunk még ilyen történeteket. Menni fog egyszerre a kettő? Hát, ez csak természetes. Várjál, beteszem a kedves nézőket ide a telefontartóba. Várjatok, mindjárt beállítjuk itt a szerkezetet, és akkor jó lesz. Úgy. Hát, szóval, amit itt most láthattok, ez a Super Mario Brothers-nek az első része. Jól meg is döglöttem itt a legelején. Technikailag már ezerszer végignyomtam ezt a játékot. Tulajdonképpen ugye ő az, amivel maga a Nintendo baromira híressé vált. Ez igazából egy baromi egyszerű platformjáték. Annyi értelme van az egésznek, hogy haladok előre. Várjál, lehet baj van. Baj? Igen. Na mi történt? Ja nem, oké, megy a live. Ó, bocsánat, azt hittem, hogy megszakadtatok. Eltüntetek. Mehet tovább, nincs baj. Oké. Tehát akkor magyarán mondva, a Super Mario az a Nintendónak az arany tojás tojó tyúkja volt. Technikailag az volt, igen. Ezzel a játékkal így teljes mértékben letarolták a videójáték piacot, mert oka ennek az egésznek. Ugyan egyszerű, de mégis nagyszerű grafikákkal rendelkezik. Tehát fel tudod ismerni azt, hogy mi van a képernyőn. Tehát látod, hogy ez egy ember, ez egy tégla, ez egy cső. És responsív. Tehát az Atari játékokhoz képest azok korántsem voltak ennyire responsívak. Tehát tulajdonképpen, ahogy nyomod a gombot, már cselekszik. És az egész tényleg azt az érzést keltette, hogy te benne vagy a játékban, te vagy a játék, irányítod, te vagy a Mario. Te vagy a Mario, így van. Az ellenfelek azok viccesek és egyben aranyosak is voltak. Úgyhogy lényegében ez tényleg egy nagyon jó alapozó volt arra, hogy hogyan is kell egy platformjátéknak működnie. Tele volt változatos pályákkal, tehát például ugye ez itt egy felszíni pálya, láthatjuk kék színű az ég, zöld, hegyek, dombok a háttérben. Van benne ízét tűzijáték, szerintem az a sárga kazisban nem volt. Dehogy nem. Hát, van is volt akkor, akkor van tűzijáték, hogyha ugye úgy tudsz arra a póznára felugrani, hogy minél magasabbról húzod le az ászlót. És itt most ugye Mario lesétált egy csőbe. Ez volt az a legelső Mario? Ez a leg... nem. Volt ezelőtt is már. Nem, ez a Super Mario Brothers volt. Tehát ezt lényegében úgymond a legelső platformjáték volt a Mario szériában, de a legelső Mario az tulajdonképpen egyébként a Donkey Kong volt, de megmutatom nektek a legelső Mario Brothers-t. Esetleg annyit, nem tudom, hogy erről tudsz nekünk mesélni, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy van-e esetleg valami sztoria, hogy honnan jött nekik az ötlet, hogy most ez Mario. Erről lehet valamit tudni, hogy honnan jött az ötlet? Van ennek valami háttér sztoria? Én lényegében annyit tudok az egészről, hogy nem szeretnék amúgy hülyeségeket mondani, mert ez annyira számomra sem ismert. Lényegében ugye úgy volt, hogy volt a Donkey Kong volt ugye úgymond az első ilyen jellegű játék. Ha már témánál vagyunk, akkor meg elindítom azt is, végül is miért is ne, mert itt van ugye minden a kezünkben. Szóval itt az Original Edition-je a Donkey Kongnak. Ez a Donkey Kong. Ez a Nintendo elsőként a játékterembe szánta. Ez egy ikonikus képernyő, tehát ez csomó minden. Tényleg a Mario futott rajta. És a Mario volt úgymond itt ennek, mint egyelőre még egy no-name karakter a főszereplője, és ugye a Donkey Kong elrabolta lényegében a barátnőjét, vagy a lányt, akit ő meg akart menteni, ugye egy nagy gorilla, és nekünk az volt a célunk, hogy ez a gorillához eljussunk, és megszoktassuk a lányt onnan. Egyébként rengetegféle modernnek számítható alkotás is feldolgozta ezt, rengeteg mém készült belőle. Például ugye ott van a Wreck-It Ralph nevezetű animációs film, ami szerintem egyébként zseniális. Rontó Ralph, imádom, igen. Tehát például a Rontó Ralph-nak a karaktere az több mindenből tevődik össze, tehát például ugye Donkey Kong is inspirálta őt, de amúgy például inspirációt kapott a Rampage nevezetű játékból, ahol az volt a lényeg, hogy szörnyeket kellett házakat szétverni. Nem baj, nem gondoltad, hogy házakat kellett benne szétverni, vagy volt ugye a Wrecking Crew nevezetű játék, ahol szintén... És igen, lehet mondani, hogy ez egy dokumentumfilm. Igen. Technically yes. Szóval a lényegben ugye a Donkey Kong, tehát ugye Mario születését úgymond itt tapasztalhattuk meg, ő csak egy random bajszos valaki volt, akit a Nintendo mint egy sprite felhasznált. Aztán utána később én úgy gondolom, tehát nyugodtan javítson ki, bár fenntartom a tévedés jogát, tehát hogyha
olyan dolgot mondanék, ami, ami nem feltétlenül pontos, mert én is tévedhetek, azt nyugodtan írjátok be kommentbe, és el fogom fogni. Dani, nem kell amúgy parázni, tehát folyamatosan jönnek neked a kommentek, hogy a csávó durván sokat tud, és sokan írták már, úgyhogy... Hát köszi, örülök neki. Na szóval, lényegben, hogy ugye Mario, mint karakter, ugye itt ténylegesen csak egy kis no-name valakiként szerepel, aki megy föl, és ott az még nem is Princess Peach, tehát itt még a Mario IP az teljes mértékben nem volt jelen, hanem ez csak egy egyszerű arcade játék volt. És akkor azt mondtad, hogy ezek hova volt eredetileg ez a játék? Videójáték. Termekben, igen. És meg is jelentek akkor termekben ezek. Meg, persze. A béna vagyok kicsit benne, úgyhogy bocs mindenkitől, de bemutattam, tehát ez a Donkey Kong, innen indul. Ez ott akkor a Mario 0. Mario 0. Aztán utána jött a Mario 1, ami szintén egy játéktermes játék volt, az a Mario Brothers, tehát Mario tesók, itt már nevesítve volt ő is, meg Luigi is. És természetesen, bocsi, szabadba vágok, csak itt a kedves nézőknek annyit azért hadd jelezzek vissza off topicba, hogy természetesen folyamatosan figyelgetjük, hogy mennyire népszerűek a live-jaink, és látom amúgy ez is tök népszerű, tehát folyamatosan lesznek ilyen live-ok, be lehet minket követni, nagyon-nagyon sok live lesz, nagyon-nagyon sok vendégtársammal fogok közös műsort csinálni, úgyhogy tessék bekövetni, mert folyamatosan lesz. Ma live maraton van, most itt a konzolokat nyomjuk, ameddig bírjuk orvérzésig, este pedig még fogunk foglalkozni épül PC-kkel, minden ami alma a 90-es évek elejétől, tehát nektek csináljuk, értetek csináljuk, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, nézzétek, lesz műsor Dögivel, mehet tovább. Szóval, tehát ugye Mario Brothers, Mario testvérek, 83-as játékról beszélünk, ez kezdő játéka volt ugye az nem is olyan régen bemutatott Famicomnak, ugye Japánban. Várj, ezen a Famicomon azért már megjelent a Mario? Tehát ez. Aha, ezzel együtt rajta. Jelent meg. Mutasd még egyszer meg a Famicomot, ha akik esetleg nem látták. Tehát ez a Famicom jelent meg 1983. Innen indult az otthoni konzol. Japánban. Japánban. Tehát ez ugye csak Japánban volt jelent. Tehát technikailag aki a 80-as évek elején kilátogatott Japánba és ilyenekkel szembesült, az valószínűleg így nem tudta nagyon értelmezni, hogy ez mi a fene lehet. Teljesen skifi lehetett ez akkoriban. Ez volt a legelső Mario. Hát én ezt így nem is ismertem. Igen. De itt már látom, hogy a karakterek stimmelnek, az ellenfelek stimmelnek, vannak csövek. Itt már technikailag minden stimmel, ami a mai Mario-nak a része. Tehát tulajdonképpen itt már ugye nevesítve van Mario és Luigi. Tehát akkor itt már hivatalosan is ez volt a nevük. Így igaz. Pontosan. Itt már a pályáknál is megvannak ugye a csövek, tehát technikailag itt már a sztori szerint két vízöletik szerelőről beszélünk, akik dugulás elhárítják. Várj, és még egy kérdés, nem tudom, hogy erre tudsz egyáltalán válaszolni, lehet, hogy nem, de engem úgy érdekel, hogy... Tehát ugye Nintendo csinálta a Mariót, stimmel? Mármint a játékot. Okay. Igen. A Nintendo japán volt. Igen. Oké, okay, de ha jól tudom, akkor a Mario az a két olasz csávó. Vagy... Két olasz csávó, a Mario meg a Luigi, akik az Egyesült Államokban, New Yorkban élnek. Honnan jött nekik az ötlet? Ez a sztoria már ennek is tulajdonképpen. Na, két olasz csávó New Yorkba, a Sikátorba, mi? Ez nem Sikátor, ez itt konkrétan most a Szejbiz csatornában. Na, akkor Szejbiz csatornában nyomják a... Így van. Pénzt gyűjtögetnek a kis teknősöket, amik egyébként ugye a Copa Tropa nevet viselik a mai Mario IP-kben. Itt még szerintem nem voltak így megnevezve. Már meg kéne nézni ennek a Mario Brothers-nek a user mondatáját. Brooklynban élnek, nem New Yorkban. Bocsánat, de a Brooklyn ugye New York része? Brooklyn akkor New York része. Jó, akkor helyes. Technikailag helyes. Igen. Szóval a lényegben annyi, hogy itt ők már jelen voltak és már dolgoztak. Aztán ebből lett ugye a Super Mario Brothers, amivel az előbb játszottunk. Egyébként ez két személyes játék, tehát akár ketten is mehetnénk egy kört, de hogyha te most az operatőr szerepét csinálod, akkor mutatom én. Tehát a lényeg az, hogy ugye itt annyi a lényeg, hogy ezeket a kupatropákat alulról meg kell... Miket? Kupatropa. Mi ez a kupatropa? Hát ugye a kupa sereg, az ugye a Mario filmekben és univerzumban a Bowsernek, ugye, aki ott a fő gonosz, úgymond, ő a fő kopa vezér, neki a serege, de itt még szerintem csak szimpla teknősök voltak, úgyhogy lehet, hogy azt mondom, hogy ne menjünk ennyire előrébb. És akkor az volt a lényege, hogy ezeket a teknősöket le kellett ugyanúgy győzni. Föl kellett lökni őket alulról, utána lelököd a szennyvízbe, ott alul az egyébként egy szennyvíz pocsolya akarna lenni, annak, akinek esetleg nem lenne egyértelmű, gyűjtögetem a zsét, lelököm őket, és ugye a challenge annyiban van itt meg, hogy pályáról pályára
egyre nehezebb lesz. Tehát például, hogyha egyetem, hogy most lelököm ezt, akkor az átváltozik ilyen kékes-lilás állapotba, ami azt jelenti, hogy hát mint berzett módban sokkal gyorsabb lesz. Egyébként ez a struktúra is, amit itt látunk, ez is visszatérő eleme a Mario játékokban. Tehát például ugye nemrégiben jelent meg Nintendo Switch-re a Super Mario Wonder, amely ugye a legújabb kétdimenziós Mario játék a szériában. Abban is például egy-egy mini játék formájában ez így vissza tud köszönni, így ahogy van. De ugye például ugye volt a legújabb Nintendo-féle Mario játéknek a háromdimenziós installációja, az a Super Mario Odyssey volt, ami szerintem egyébként egy zseniális játék, abban is visszaköszönt ugyanígy. Úgyhogy a Nintendo hajlamos arra, hogy az IP-ben feldolgozza és újra hasznosítsa úgymond azokat a játékmechanikai elemeket, amiket már a 80-as években is kitaláltak. Például ezek a rákok, mint ellenfelek, ezek is meg tudnak jelenni modern Mario játékokban, szóval ők úgymond teljes mértékben korhűek próbálnak maradni, és mindegyik címet újai átváltott lilába. Nem, nincsenek eladók, tehát ezek egy magángyűjtemény, Madarason barátomnak a magángyűjteménye, és azért sem fogja eladni, hogy minél több live-ot és bemutatót készíthessünk nektek. Na, nyomassunk valami más most. Fagyjuk a Máriót? Mert ugye lenne még abból is, mit mutassak. Ugye mehetünk tovább, mert erre a konzolra amúgy megjelent még ezen kívül, ugye láttuk a Mario Brothers, a Donkey Kongot, a Super Mario Brothers 1-et, utána ott van még a Super Mario Brothers 2, meg a 3 is. És egyébként a Super Mario Brothers 3 az, ami a leghíresebb játék erre a konzolra, valaha legnagyobb, legtöbb eladott példányszámmal rendelkező, bemutatom már. Na, akkor Super Mario 3 a legnépszerűbb Mario a Nintendo-n. Oké. Ezt egyébként szerintem, kedves bacsis, te is ismered. Hajjaj! Na. Itt már ugye láthatjuk, hogy egy kis grafikai ugrást lehetünk szemtanúi, tehát az a grafika, amit az előbb láthatok, például ugye azért a Nintendo Entertainment Systemnek korán sem úgymond a csúcsa, tehát ez így nagyjából reprezentálja azt, hogy mire képes a konzol. Szerintem figyelj már, kis off-topic, jött egy kis némi trollkodás, gondoltam, visszatrollkodok. Na. Van neked Call of Duty-d? Van. Hozzá, hogy modern valamennyire? Hát, hogy most itt elő tudom-e neked szedni, az nem biztos, de az Xboxon rajta van. Megtalálom én ott, meddig nyomod, én meg megnézem, megkeresem. Hát nem biztos, hogy eredetiben ott meglátod, de rajta van az Xboxon. A szoftverként, fönn van rajta. Nekem a lemez kellene. A lemez? Hát nézd meg! Jó, addig nyomjad a műsort be! Jó, oké. Hát, ha találok, találok. Na, szóval Super Mario Brothers 3 nevezetű játék. Ugye itt már tulajdonképpen a mai kettődimenziós Mario játékoknak és egy formája előjött. Például az, hogy ugye lehet gyűjtögetni az itemeket, lehet karaktereket váltani, vannak ugye minimapek, vannak minijátékok. Tehát például ugye, hogyha most megnézzük a New Super Mario Brothers U-t, ami szintén egy Switch-es játék, tehát ugye a minimap az egészen hasonlóan néz ki, annak ellenére, hogy ugye sokkal, úgymond, háromdimenzionálisabb annak a grafikája. De ugye például itt is ugye megvan a karakterünk, be kell mennünk a pályákra, ugye ez egy ilyen csővezeték akar lenni. Vannak ugye bizonyos ugye alállomások, ami nem pálya, hanem itt tudom ugye az itemjeimet rendezgetni, de az most nekem nincs. Nincs, meg kell, nem vagy, visszatolkodtam. Na és, hogy miben is más, meg miben is jobb ez az eredeti Mario Brothersnél? Hát az irányítás az még kifinomultabb lett. Tehát rengeteg változást eszközöltek a játéknak úgymond a motorjában. Tehát tudsz visszafelé is menni, képes ugye visszafelé scrollozni. Ugye Mario-nak... Lehet vele repülni! Így van, bár az hogy egy power up kéne, de mondjuk úgy, hogy van egy ilyen stamina mérője a Mario-nak, hogy ugye... Stamina! Elkezdesz futni, igen, akkor ilyenek történnek veled. Meg például tudsz ilyesmit is csinálni, hogy van ugye ez a kopatrópa, leütöm, megfogom a kis kopasejét, tehát most ugye B gombot nyomva tartom, fogom, elengedem, és akkor úgy megpöccinti a question markot.
Question box. Mennyire tekerte meg a hardvert ez a Mario? Mennyire könnyen tudta futtatni? Van-e esetleg bármi info róla? Nincs benne semmi lassulás, tehát ez 100%-ban optimalizálva van a hardverre. Mondjuk úgy, hogy szerintem kihasználja elég. De amint láthatjátok, tehát például ugye ez egy 88-as játék, én nem tudom, kedves Sanyi, most én is tőleg kérdeznék, hogy te tudsz nekem mondani arról, hogy 88-ban a PC-s játékok hogy néztek ki, és milyenek voltak? Hát nem így fogalmazunk így, tehát ne felejtsük el, 88-ban még nagyon VGA-t támogató játék sem, tehát maximum EGA-t támogató, ami tudod, jó esetben 16 szint. Aha. A 80-as évek végén még a PC nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt, mind hardware, mind szoftver, játékszoftver terén. Tehát itt azért egy Nintendo klasszis sokkal nagyobb játékélményt tudott adni, mint egy PC, és szerintem ez azért kitartott, hogy 94-95-ig biztosan. Hát igen. Ez még 8 bit volt, jött a kérdés. Ő még a ekte 8 bites hardware. Mondjuk úgy, hogy ez nagyjából annak a csúcsa, de egyébként készültem, ugye mutatok nektek még valamit, csak most ezt azt szeretném még itt ebben a Mario játékban bemutatni, hogy itt már megjelentek úgymond a domborzati elemek is. Tehát például ugye itt ez egy dombocska, ahol itt dombocska. Nem tudom csúszni. És Máriónak itt már ugye van egy olyan power-upja, hogy át tud változni tulajdonképpen tanukivá, ami hát ilyen japán mosómedve-szerűség, és képes repülni. De például oda föl lehet egyébként repülni. Ha nagyon ügyes lennék, meg is tudnám csinálni, csak az a baj, hogy most vagy koncentrálok, vagy játszom, úgyhogy szerintem ez most ebben a pillanatban nem fog menni, de értitek a lényeget szerintem. Ugye kis levelecskével tudtunk átváltozni. És akkor a B gombot nyomva egyébként a csapkod a farkával, aztán... Mi is volt a piros konzolnak a neve? Famicom. Famicom. Ő a Famicom. Japán belpiacos cucc. Így van. Tehát ő volt ugye a... úgymond a Nintendo Entertainment Systemnek a hardveresen megegyező változata. És akkor de ezen a Famiconon is volt Mario amúgy? Ugyanezek, tehát mondjuk úgy, hogy majdnem ugyanezek a játékok jelentek meg rá, csak ugye a japán belpiacos verziói. Ugye ott korábban, amiket mutattam, tehát technikailag ugye mi, amit mi Európában megkaptuk, tehát nem ennek a másolatát kaptuk meg, hanem annak a másolatát kaptuk meg. És igen, mivel ezzel a játékkal te is találkozhattál a Famiclónodon, meg mint sok más ember, ezért igen, így igaz. Maradjunk annyiba, hogy nem szeretnénk válaszolni egy ilyen kérdésekre, hogy mennyit ér ez a gyűjtemény, meg az a gyűjtemény, mert ezt igaziból nem nagyon lehet számszerűsíteni. Azért nem szeretném én se számszerűsíteni a dolgot, mert nehéz meghatározni, hogy mennyit ér itthon, a bolha piacon, vagy az eBay-en. Vagy egybe, vagy külön eladva, tehát igen. Mondjuk úgy, hogy nekem az eszmei értéke az borzasztóan magas, éppen ezért nem is szeretném pénzét tenni. Különben nem gyűjteném. Oké, na, szóval nézzünk egy játékot. Másik konzolt. Másik konzolt? Aha, jöhet a következő. Ugorjunk. Jó, de hát akkor volt okay. A szuper, akkor úgy zárjuk le akkor ezt a Nintendo-t, hogy mettől meddig volt, ezt osztod meg velünk. Nagyságrendileg mettől meddig volt, hát a Nintendo és mi váltotta? Rendben, tehát ugye a Nintendo Entertainment Systemre, ugye ha kronológikus sorrendben nézzük, tehát technikailag... ezt mondja, nézzük az utolsó játékot, ami megjelent rá. Hát így a 94-5-ig nagyjából, már akkor ugye már jócskán volt Super Nintendo, meg már a Sony PlayStation. Tehát a 90-es évek közepével. De ugye 90-es évek közepéig még úgymond az aktív korszakát tekinthetjük. Japánban 1983-tól, az Egyesült Államokban és Európában 1985-től. Tehát nagyságrendileg az egy 20 évet piacon volt. 10. Hát ja igen, 95-ig, oké, 10 évet, már bocsánat. Hogyha ide tesszük úgymond ugye még a klónoknak a hogy mondjam, vagy a jelenlétét is, akkor jóval tovább is, mert ugye a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején még bőségesen Nintendoztak a gyerekek, tehát akiknek úgymond nem volt pénze arra, hogy PS-t vagy esetleg egy erősebb PC-t megengedhessen magának, az bőségesen elszórakozott még ezzel is. Ezt... Mi váltotta? Hogyan? Mi volt ezután? Ott az. Váltotta, hát hogyha időrendi sorrendben haladunk, akkor jön
megyünk a Sega Mega Drive-ra, vagy a Sega Genesis-re, amely 88-ban jelent meg Japánban, 89-ben az Egyesült Államokban, és azt hiszem olyan 90 környékén jutott el Európáig. Ez a Sega-nak úgymond a válasza. Most kihagytunk egyébként egy konzolt, a Sega Master Systemet nem rendelkezem azzal még, nem volt akkora prioritás. De ha megnézitek a kontrollert, akkor egész szépen lekopították egyébként a Nintendónak a kontrollerét. A D-padja kicsikét más. A D-padja teljesen más, de maga a forma, az elosztás az hasonló. Lényegében ugye ő, a Sega Master System, az szintén ugye a Sega-nak egy 8 bites... Addig megnézzük a játékokat, amíg ezt így mondod. Oké, és tehát ugye ez egy 8 bites konzol volt. Őket is. És ez, de hát ezek még nem ezek tartozik Super ide. Ezek Super Nintendo játék? Akkor még a Nintendo-kat megnézzük, akkor a másikat nem nézzük meg, mert az most még majd amikor annál járunk. Még ennél se járunk. Még ennél ez se járunk. Ez a Super Nintendo, tehát most... Hát már előbb mutattál egy izét. Ja, akkor azt mutatjuk meg. Őket. Jó, oké, bocsánat. Szóval akkor ezekkel játszottunk most. Hát ezzel a kettővel játszottunk most. Jó, csak úgy mondom, hogy ezzel a géppel játszottunk, amin de ilyen játékok volt. Figyelj, gyáritokban megvannak ezek a játékok. Igen, persze. Hát már amihez megvan. Ez miből van amúgy az anyaga? Hát ezt én meg nem mondom. De nem papír, nem papír, de érezni rajta, hogy azért nem az a nagyon gagyi. Tehát kellemes volt a tapintása, azért kérdeztem. Igen, igen, így van. Na, szóval a lényeg az, hogy ugye a Sega Master System, ugye az a Sega-nak a 8-bites gépe, mondjuk úgy, hogy nekem jelen pillanatban egy ilyen éppen beszerzés alatt áll, tehát még nincsen, nem rendelkezem Master System-mel, sajnos szeretnék, úgyhogy majd ha egyszer oda jutok, és lesz megint valami előadás, akkor beszélek arról is. De nézzük, mi következett. Tehát ugye a Sega az nagyon... Tehát itt már elindult úgymond a konzolháború, amit ma konzolháborúnak nevezhetünk mondjuk a Sony és a Microsoft között, ugye Xbox versus PlayStation. Hát akkoriban ez sokkal durvábban ment. Tehát akkoriban komolyan mondom nektek, hogy iskolai verekedések kerültek ki abból, hogy én Nintendo-s... Ugye, nem tudom, hogy publikus-e, és mert nem, nagyon sokan kérdezik, igaziból nem értem, hogy miért. Igen. Ha válaszolsz rá, jó? Ha nem válaszolsz rá, és tényleg nagyon sokan kérdezik. Igen. Hány éves vagy? 29. 29. Szóval, a lényeg az, hogy ugye akkoriban ugye iskolai verekedések törtek ki abban, hogy én Nintendós vagyok, vagy Szegás vagyok. Nem itthon, mert az még úgymond az én időm előtt történt, csak hallottam róla, meg rengeteg dokumentációt néztem erről is, hogy bement a suliba, a gyerek Nintendós volt, és akkor a Szegások azok rendesen bullyingolták, tehát betámadták, hogy izé, hogy csicska vagy, meg ilyenek. Úgyhogy akkoriban, és az a durva, hogy a két cég ennek felült. Tehát rendesen olyan marketingek, meg olyan kampányok mentek, amiket manapság biztos, hogy nem lehetne megengedni. Tehát ebben a világban teljesen elképzelhetetlen. Tehát például ugye a Sega konkrétan ezzel promózta a hardverét az Egyesült Államokban, hogy Sega do what Nintendont. Jaj, mekkora szójáték! Így van. Tehát egy technikailag ezt így nyilván kimerték mondani, meg azt, hogy így a tévé reklámokban így egy ilyen kigyúrt gyúrós emberke így beszélt a tévéképernyő előtt ülő gyerekhez, hogy te mit csinálsz, te még Nintendo-val játszol, izé csicska szar vagy. Izé, Atari géped van, amúgy kérdezik, Atari géped van-e? Van, Jaguáron van. Téma lesz hamarosan. Itt van, már be van csomagolva, lesz akkor Atari. Nem fogom tudni bemutatni, mert játékom jelenik. Nem baj, csak megtapizzuk, megnézzük. Igen. Igen. Egyébként azon kívül nincsen Atari gépem, egy 7800-ast mindenképpen be akarok valaha az életembe szerezni. Itt azt láthatjátok, hogy annak a... Tehát az Atari tanult, amint megjelent a Nintendo Entertainment System, az összes többi gyártó azonnal inspirációt vett. Nézd meg! Ilyen volt eredetileg az Atari kontroller. Ez a 2600, igen? 2600, és ilyen a 7800. Ja, az 5200-asról meg ne is beszéljünk, mert az... nem akarok káromkodni, mert fiatalkorúak is nézhetik a műsort, de borzasztóan ergya volt, mondjuk így fogalmazom meg. Úgyhogy igen, a 7800-as egyébként az lefelé kompatibilis a 2600-as Atari-val, tehát futtatja az Atari 2600-as játékokat. Egyébként olyan játékaim vannak, tehát azokat azért elraktam párat. De konzolom az még nincsen hozzá, majd egyszer lesz. Remélem. Na. Jó, szóval akkor... Szóval ott tartottunk, hogy ugye a Sega-nak és a Nintendo-nak a brutális összecsapása mind a fan táborban, tehát ugye a fanok is összecsaptak, a két cég a marketing kampányban is összecsapott, hardveresen is összelettek mérve, tehát technikailag az, amit ma konzolháborúnak nevezünk, a semmi az ahhoz képest, ami volt. Ment.
Úgyhogy a lényeg, hogy a Sega előnybe került, mert ugye még a Nintendo Entertainment System egy 8-bites készülék, úgy a Sega Mega Drive az hát büszkén hirdeti, hogy 16 bit. Így. És ez miben nyilvánult meg, több színben, vagy vagy erősebb hardware? Jó, a processzorra, tehát ugye, míg ugye az NES az egy 8 bites processzorral rendelkezett, a Mega Drive az egy 16 bites ugye processzorral és memória vezérlővel és GPU-val és audio chippel rendelkezett. Hát, hogy ha nagyon laikusak nyelvre szeretnénk ezt lefordítani, akkor ugye színek, felbontás, sebesség, ugye CPU kapacitás, technikailag olyan, mint hogyha mit tudom én, egy a 386-ost a 286-os összevetem, egy szar példa, mert ez pont 32 bites már. Úgy, de 286-os 16 bites? A 286-os az 16 bites, de az XT azt hiszem csak 8, ja. Nem? Nem. PC-ből nem volt 16 bites. Nem volt 8 bites PC? 16 bites volt a minden PC. Egyedül annyi csavar van a történetben, hogy a 8086 volt natív 16 bites, aha. A 8088-as, ami egy úgymond butított processzor volt, igen. És az jött ki az eredeti IBM PC-be, az úgy működött, hogy a processzor magon belül 16 biten kommunikált, de a külvilággal csak 8 biten, és ezért voltak csak 8 bites buszok az XT-ken. Tehát ez ilyen igaz is, meg nem is. Na ez a TurboGrafx-nál lesz érdekes példa, mert az működik hasonlóan. Egyébként az is egy konzol, majd lesz téma a Mega Drive után, mivel Mega Drive után jött ki egyébként. Ez a játékom, hogy nekem ez úgy tűnik, hogy szaggat ez így. Ez... Előbb meg azt mondtad, hogy milyen erős a hardware, akkor milyen jó lesz, de... Erős is a hardware, de amint láthatod úgymond, ez egy ilyen sprite-based pseudo 3D. Volt egy kérdés. Meg a Drive-hoz volt valami CD-olvasó is, arra ki volt. Tudsz térni egy picit, érdekelne, az mi volt? Természetesen kitérek rá, elmesélem, borzasztó nagy szívfájdalom. Ja persze, mert ugye ez ilyen kazettás tudsz, ugyanúgy. Ajánl, még egyszer, mikor jött ki a Kürösszegszeg a Mega Drive? 88-ba. Tehát akkor azért akkor a játékok hozzá. Volt 5 év előnye, hogy jobb legyen, mint az első Nintendo. Pontosan. Ó, játékok, dobozos játékok. Na. Első körben most válaszolnék a kolléga kérdésére, mert ugye így illik, hogyha már műsorban vagyunk. Szóval, ugye a Sega-nak ugye a CD add-onja az a Sega CD, Amerikában, Japánban és Európában úgy hívták, hogy Sega Mega CD. Nem rendelkezem nagy szívfájdalmamra ilyennel, de ismételten azt tudom mondani, hogy beszerzés alatt el is előbb-utóbb lesz. Ez technikailag a Mega Drive-ra azt is meg tudom mutatni, hogy hogy csatlakozott rá. Tehát ugye ez volt maga az alapgép. És 2 Mega Drive volt, ez az 1-es, és mindjárt idehozom a 2-est is. Tehát ennek itt volt úgymond egy interfész csatlakozója, ez is most le van fedve, de leszedem. Ez láthatóan úgy néz ki, mint egyébként egy 8-bites izabusz, egyébként, ha megnézed. Tehát ez egy technikailag egy interfész csatlakozó, közvetlenül ugye ezen keresztül kommunikált a gép a CD olvasó egységgel, ami egyébként... Hát erre kellett akkor rákötni a külső CD meghajtót. Pontosan, de egyébként ugye a saját BIOS-szal rendelkezett, és úgymond sokkal nagyobb adatmennyiségű játékokat volt képes futtatni. Egyébként megbukott sajnos, tehát nem volt annyira népszerű, mint amilyennek hinnénk. Én most gyorsan idehozom nektek a Mega Drive 2-est is. Jó, addig megnézzük a játékokat, meg közérdekű közlemény van, remélem közben mindenki feliratkozott a csatornára, aki eddig nem tette meg. Ma live maraton van, orvérzésig, még csak bő egy órája csináljuk, de legalább 3 vagy inkább 4 órára terveztük, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy ma tartunk egy kis szünetet, de nyomjuk, nektek nagyon sok tartalmunk van, nagyon sok anyagunk van, este lesz még épülgépek bemutatója a 90-es évekről, úgyhogy ja, szinte egész nap lesz kisebb megszakításokkal, de egész nap lesz tartalom, úgyhogy tessék szépen minket követni, nektek csináljuk, és lehet kérdezni, közben nyugodtan, nagyon szívesen a Madarason válaszol a kérdésekre. Ugye én ebben nem vagyok ebben a témában kompetens, eljöttem hozzá, meglátogattam, hogy hát ossza akkor meg velünk, veletek a gyűjteményét, úgyhogy most tehát akkor elsősorban mai nap konzolokban leszünk nagyon-nagyon erősek, és akkor jó, oké, akkor megnéztük a játékokat, közben pedig idehoztad a Sega Mega Drive 2-t. Igen, na és itt most megint kimernék térni egy nagy... Ja, és Léci, osztátok meg ezt a live-ot, hagy jöjjenek be az emberek, meg kicsit megcsapantunk. Szóval. Kint lesztek-e Playiten? Ugye én biztos, hogy nem, nálad azért nem tudom, hogy... Nem, Mondókonon szoktunk kint lenni. Mondókonon, meg most lesz így majd egy Geekon nevezetű esemény, oda is megyek, viszek mindenféle szírszart, amit ki lehet próbálni, meg lehet nyomkodni. Úgyhogy Playitre még egyelőre nem hívtak minket,
Ki tudja. De ki tudja, mit hoz a jövő? Tudja. Meg a Regomexen szoktam még jelen lenni egyébként, amit Szekmen barátom szokott szervezni. Meg a BRSK-n, ugye? Hát, ugye hát ezt gondolom alap, hogyha már az a téma. Hát ezt gondolom alap. Jó, azért mondjuk be, természetesen, aki esetleg nem tudná, a BRSK Official TikTok csatornáját nézed, ahol retroval foglalkozunk, többnyire PC-kkel, de most kicsit kacsingatunk a konzolok irányába, lesz majd még Extreme Tuning is későbbiekben, dual videókártyák, dual GPU-s videókártyák, meg alaplapok, tehát tényleg minden, ami hardware, most konzolozunk, este még lesznek épülgépek a 90-es évek eléről, és ugye van a fő rendezvényünk, ami minden évben legalább egyszer meg van rendezve a BRSK Fülén. Ott ugye ezek a gépek kipróbálhatók, megnyomkodhatók, lehet velünk találkozni, szívesen beszélgetünk veletek. Ugye értetek, csináljuk, ezt nem győzem hangsúlyozni. És ugye két kiállítás között, meg hogy ne unatkozzatok, és aki esetleg nem jött el a kiállításra, akkor őnek is próbálunk így anyaggal kedveskedni. Úgyhogy ezért csináljuk. Így igaz. Nos, tehát ugye a Sega Mega Drive 2, hogy ez miért is érdekes számunkra, mert ezt a tajvaniak egy-egybe úgy lekopintották ennek a házát, ahogy azt nem szégyeljük. Egy hölgy kérdezi, hogy van-e barátnod, ő is 29 éves? Jelenleg nincs. Figyelj, hogyha érdekel a kollega, akkor dobjál nekem egy privát üzenetet, azt összehozlak titeket. Ja, Istenem. Oké. Okay. Visszatérünk a dolgokra. Tehát, szóval... hol tartottunk? Igen, tehát a Sega Mega Drive. Lényegében... Már sokkot kaptál, mi? Oké, okay. Szóval a lényegében lekoppintották a tajvaniak ezt a fajta házat, és beletolták ennek a gépnek a klónját, és így született meg egy ilyen Sega Nintendo borzalmasan elképzelhetetlen förmedvény hibrid torszülött, amit szerintem mind a kettő anyja letagadja szerencsétlennek, tehát mind a Nintendo, mind a Sega letagadja ennek a létezését is, de létezett, és mi magyarok nagyon jól ismerjük, mert nekem technikailag az volt az első saját konzolom. Na, va. Csak hogy most tisztán értsek. Tehát amikor te megvettél egy sárga kazettás Nintendót, ami ugye Nintendónak hívtuk, de ugye semmi köze nem volt hozzá, világos. Mi szegáztuk. Igen, és valószínűleg azért szegáztatok, mert ebbe a házba volt benne. Így van. De ebben a házban ez az első 83-as megjelenési cucc volt. Na, a hardveres klónja, ami egyébként sokkal gagyibb minőséggel rendelkezett, mint ennek az eredeti. Tehát úgy képzeld el, tehát ugye ennek az alaplapja, a hardvere, a CPU-ja, mindene is, az ugye az japán készítésű volt. Ezek még made in Japan. Tehát ezek frankon Japánban készültek. Mit is akarok mondani, szóval, tehát a... Á, ne haragudj, megint elfejtettem a nevét, mi volt? Famicom! Family Computernek a rövidítése. Famicom, aha, oké, okay, most már megjegyzem. Igen. Szóval, hol tartottam? Hogy ebbe a házba belegyömöszölték annak a cuccnak a hardverét. Annak a cuccnak a hardveres klónját, amelynek egyébként kínai klónok ugye voltak a részecségei, tehát nem eredeti CPU-t tettek bele, a mapperjei is mások voltak, tehát technikailag mondjuk úgy, hogy nem tudta teljesen ugyanazt visszaadni, mert például mondjuk volt, hogy játékok lassultak rajta, volt, hogy játékok ugye nem úgy jelentek meg, glitchek voltak, stb. Tehát, hogy nem volt azért ugyanaz az érvény, mint az eredeti japán példánynál, de mindegy, jó volt az ide vidékre, úgyhogy örültünk neki, hogy van, hogy játszott. Valamilyen lehetett játszott, Mario jó ment rajta. Igen, igen, és technikailag ugye én annó emlékszem rá, hogy egy osztálytársammal cseréltem ezt, nem ezt a gépet, de egy ilyenfajta Mega Drive kinézetű Nintendo belül eszközt. Nem is tudom, valaki beérte, ez egy szójáték, gondolom, hogy Famiklón. Famiklón, igen, Famiklón. Ezt így kezdtük el úgymond unofficial hívni, hogy ugye Famicomnak a klónja, tehát Famiklón. Igen. És ez... akkor bocsi, még megint szabadba vágok, tehát akkor még egyszer a tisztalátás végét, tehát ez akkor nem az a piacos Sega, ez az igazi Sega. Ez az igazi Sega, csak azért hoztam ide bemutatni, hogy meséljek egy kicsit róla, hogy egy ilyen förmedvény létezett. Nincs nekem az a gép sajnos már meg, valahol valamilyen költözéskor még annó elveszett, amikor még nem voltam ennyire nagyon fanatikus gyűjtő, és még eléggé gyerek lehettem. Mindegy. Ott tartottam az egész sztoriban, hogy ugye annó emlékszem, hogy 6 darab Garfieldos képregényre cseréltem a Sega-s Nintendo klónomat, akkoriban egy osztálytársammal, akinek kicsit jobban ment a sora, mint nekem, és már bőségesen PlayStation-je volt. Úgyhogy simán odaadta, én meg hazavittem a bátyámmal
éjszakákon át játszottunk megállás nélkül a Double Dragonnal, ami egyébként ugye egy verekedős játék volt, a Jackie Chan's Action Kung Fu-val, ami egyébként nekem egy tökre a Dragonból ugrott be. Nagyon bemutatnám, de mindegy, majd egyszer. Egyébként ez a, az a játék. Hol van? Itt. Tehát egyébként tökre ugye ilyen kínai, japán... Milyen neve? Jackie Chan's Action Kung Fu. Tehát az ugye a Jackie Chan-nek a videójátéka, de ilyen nagyon elborult világban. Tehát ilyen tök szép, ilyen kettődimenziós chibi karakterekkel van. Basszus, egyszer élünk, bemutatom gyorsan. Mit mutatunk? Bemutatom azt a játékot, jó, amiről elkezdtem beszélni. Ez itthon híres volt, az biztos, hogy benne, mert nekem több osztálytársam is ismert, ugye ez így... Ja, itt van a Jackie Chan-es játék, tehát igen, akkor ez, ez a játék... 90-ben megjelent játék, és ugye akkoriban, hát még nem nagyon tudtam, hogy mi az az anime, de azt tudtam, hogy mi az a Dragon Ball, és azt nagyon szerettem. És ugye ez egy verekedős játék, és még nekem tökre így beugrott arra, hogy tisztára hasonlít hozzá. És mert ugye ezek egy ilyen chibi anime karakterek, ez egy... Aj, ez egy zseniális teknősa! Igen, ugye? Mondom én! Mondom én! Tehát ez egyébként ilyen kínaias, japános, ázsiaias... Kedves Jani, köszönöm szépen a kommentedet, és pont erről szólnak ezek a live-ok, hogy a fiatal korosztály is meg tudja nézni, hogy mivel, mi öregek, idézélesen mi öregek, mivel játszottunk. Kikérem magamnak az öreget, de oké. Okay. De én már mondhatom magamra. Nyugodtan. És meg tudjátok nézni, hogy honnan is indult el az otthoni konzolozás. Anime rajongó is vagy-e, kérdezik. Természetesen. Hát abszolút, határozottan. Na szóval a lényegben, hogy ugye ez egy tehát iszonyat responsív verekedős játék. Tehát azt tetszik az egész, hogy nem az, hogy megnyomom a gombot, és akkor egy millisekundumokkal később reagál a karakter. Nem, azonnal. Ütök, és tehát olyan élmény volt nekem ebbe bunyózni akkoriban, amikor még nem is játszottam semmivel, ami hasonló. Ja, kiszűrt a kedves néző a Naruto posztereret. Ha, igen, bizony. Na mindegy, ezt csak így felhoztam, nem, onnan jött elő, hogy így éjszakákon át játszottunk az ilyen kinézetű gépemmel, azzal a játékkal, és akkor mi akkor a bátyámmal ebben a hitben éltünk, hogy ja, ez egy Sega. Simán szegáztuk is. Hát figyelj, tehát most nekem annyi sztorim van ezzel kapcsolatosan, hogy ilyen nem értettem sose a konzolokhoz, máig nem értek, nem az én világom, de természetesen nekem is volt a konzol. Konzolom, a sárga kazettás, piacos, ha lehet konzolnak nevezni. És amikor feljöttem Budapestre, hát ugye azért a 90-es években, főleg így faluról valaki felmenni Budapestre, azért az elég nagy dolog volt, sokkal nagyobb dolog, mint most. Mint ha most nem tudom elmenni valamire nyugatra gyaralni, tehát nagy szó volt. Tehát mindegy, nekünk volt ott az a sárga kazettás, Nintendo, mert Nintendoztunk. És láttam, hogy Nintendo szaküzletet, ez úgy valamikor 6-7 környékén volt, és bementem, hogy hát én Nintendo-hoz szeretnék játékot venni, és így mutatták ezeket a kazettákat, és akkor mondtam, hogy hát nekem nem ilyen kell, az a sárga kazettás volt, és hát nagyjából kiröhögtek, hogy az a semmi köze nincs a Nintendo-hoz. Hát sajnos az a mondani, hogy az akkori kollégák is úgymond tévedtek, mert van közel Nintendo-hoz. Hát végül is igen, van közel. Hát, tulajdonképpen egyébként annyit megjegyeznék, hogy elvileg, ha bár én úgymond nem mertem még sose kipróbálni, de majd lehet, hogy egyszer kipróbálom, hogy a Famicom futtatja a Famiclone játékokat, és a Famiclone is futtatja az eredeti Famicom játékokat. Majd egyszer valaha kalandos kedvünkben ezeket vicces lenne kipróbálni. Írja más is, hogy elvileg lekezeli. Igen. Pont most voltam, hogy Super Mario Bros. 3, hát arról pont lemaradtál. Sorry. Mert ugye úgy kezdtük a live-ot, hogy elkezdtünk beszélgetni a Famicomról először, és akkor ugye utána jött a Nintendo, az első Nintendo, és ezeknek a legendás játékai, és eljutottunk oda a korban, hogy 1995. Nem, még nem tartunk ott. Most vagyunk 90 körül, 88. Hát amikor megjelent a Sega. Hát az 88 volt. Ah, még gondoltam. Ja, mert persze, mert 95-ben beszélgettük, hogy 95-ig tartott a Nintendónak a futása, és akkor még mindig ott vagyunk, hogy 80-as évek vége, hosszú lesz ez a live. De nem van témánk. Double Dragon lesz-e? Double Dragon legyen? Legyen. Korba ideillik most? Hát korba odaillik, hogy én a NES-en még be tudom egyébként gyorsan mutatni, sőt egyébként Sanyi, akár ketten nyomhatnánk is egy pályát. Akarsz? Egy pályát, oké. Okay. Ja. Jó, akkor az lesz, hogy átfordítom a kamerát, és akkor beteszem a kedves nézőket a helyükre. Ide szépen beköltöztek a telefontartóba.
kapsz egy ilyen elegáns kontrollert. De csak egyet, mert nem szeretik a nézők a játékot. Semmi baj, egy pályát gyorsan végignyomunk, közben beszélünk. A szar. Kire lépjetek a live-ból, mert játszunk? Tudom, hogy azt annyira nem szeretitek. Utána nyomatjuk tovább a hardvereket. Ja. Na. Tessék, itt egy kontroller. Játékokat arrébb rakjuk. Ha a Lotus 2 is legyen. Na, lesz Lotus 2, az fog most majd ezután jönni. Na egyébként jó is, hogy elindítottuk ezt a játékot, mert ezzel... Vás, tudom, mit kell ezzel csinálni, adjál már. Azt mondja, hát nagyon egyszerű. Ezekkel mész, tehát iránygombokkal mész, az egyik ütés, másik rugás. Nem, ez bunyós játék? Ez bunyós, de nem egymás ellen megyünk. Na, nyomasd akkor. Megyünk az utcán. Az 1900 akárhányas években történt mindenféle balhé, ami miatt mi itt vagyunk, és meg kell agyabugálnunk a népet. Hát de várjál, csávó, balra rúg. Igen, mert a rugás hátrafelé csinálja. Mindig attól függ, hogy milyen irányba nézel. Hát, és ha két gombot egyszerre lenyomod, akkor ugrik egyébként. Na, ezzel, tehát miután én megkaptam ugye a sárgakat is Nintendo-mat, ezzel a bátyámmal éjszakákat átjátszottunk meg, aztán ugye jöttek át az akkori általános iskolás. Ez ennyit tud csak ütni meg rugni? Üt meg ugrani. Kettő gomb egyszer az ugrás. Ha, nagyon jó. Úgy. És egyébként nekem tehát nagyon megfogott a hangot, tehát ez a sötét belvárosi hangulat, látjuk, hogy ott a város a hátra. Az a baj, a kedves nézők annyira nem látják. Igen, tudjuk, hogy nem látszik a tévé képernyője. Semmennyi nem látszik belőle? Hát nem sok. Nem sok. Ah. De mindjárt folytatjuk és nézzük akkor a hardvereket, majd még finomítgatunk a további live-okba, hogy jobban lehet. Valahogy úgy lenne meg jó megcsinálni egy capture kártyával, és akkor látnak, hogy mivel is játszunk. Na mindegy, szóval nekem például ugye ez a belvárosi környezet. Indítsd újra, egyedül elindulsz, és akkor veszem azt, hogy ahogy játszasz, és úgy lehet. Jó, legyen így. Na, akkor még egyszer megpróbáljuk, én most akkor nem játszok. Oké. Okay. Várjatok, visszafordítjuk. Úgy. Jó, tehát akkor Double Dragon kérésre, és akkor ez még a klasszik a Nintendón. Így van, fog ez futni. Egy 89-es játék. És 1989-es a játék, és Madarasan barátom bemutatja, hogy is kellett a Double Dragonnal játszani. Tehát technikailag ugye én vagyok a kék nadrágos úriember, ő a karakterem, neki elrabolták a barátnőjét, aztán hát majd azt megmenti, mint azt... Nem, mint a Marióba is meg kell menteni a barátnőt. Igen, csak Mario kicsit más módon teszi, ő nem ver meg senkit, érte, maximum eltapossa a gombákat, de itt viszont már barátom kőkemény karate bajnok, úgyhogy ő szembeszáll az utca kemény legényeivel, és megagyabugyálja őket. Ennek is nagyon jó az irányítása, tehát tulajdonképpen ez egy játéktermi játéknak az otthoni átirata, tehát Amerikában ugye például nagyon híres volt a játéktermekben ez a játék, és pontosan ezért ugye amikor megjelent ugye a Nintendo-ra, akkor nagyon örültek neki, hogy otthon is lehet vele játszani, különlegesség, hogy a két személy is tud vele játszani, tehát meg annyiszor végigvittem a barátaimmal annó, hát ugye én általános iskolás alsó tagozatos gyerek voltam, és borzasztóan élveztem ezt, hogy játszhattam vele, hogy mentünk az utcán, akkor gengeltünk a haverokkal, szarrávertünk ott mindenkit, iszonyat feelinge volt, és szerintem ugye a játéknak a grafikája, meg ugye a hangulata, az tökéletesen visszaadja ezt a sötét, éjszakai, belvárosi környezetet, ahol ugye jönnek ránk a rossz fiúk, meg a rossz lányok, és akkor korbáccsal itt szépen megpróbálják megcsapkodni a hátsó felünket. Több kevesebb sikerrel. Lehetett benne egy kombózni is, egy ilyen pörgőrugást, vannak benne fegyverek. Ó, nyomos, ami ninja ugrást! Oké, és ugye? Ami az előbb azt mondtad, csak ütni meg rugni lehet, meg majd mindent csinálsz. Persze, mert lehet kombózni is, lehet ütni, rugni, meg kombózni. Így. Úgyhogy ez igazából a Double Dragon nevezetű játék. Különlegessége mondom a két személyes játékmenet, az, hogy kombinálja ugye a platform elemeket ugye a verekedőssel, tehát ez technikailag egy beat'em up játék, és méltán híres volt a maga idejében. És fölvettem egy vascsőt, simán le tudom vele lökni az ellenfeleket. És a vascső tönkre tud menni, tehát a fegyvereidnek ugye van damage-e. Tehát ugye szét tud esni például ugye a fegyvered. Kézi konzolok lesznek-e? Kit fogunk rájuk térni, igen. Jó, hogyha sokáig nézed a live-ot, akkor valószínűleg el fogunk odáig jutni, hát, hogy legyenek. Boss fight! Most a boss agyabúgyál engem, de meg fogom, megígérem. Double Dragon, igen.
boss legyőzéséig megyünk ezzel a játékkal. Una HP-ja. A bossnak nincs, nekem van HP. Ja, azért van, neked látom, de neki nincs. Kinyír! Hát... Az gatya lesz, tesa. Ha megdöglök, akkor így jártam. Amúgy ketten egyszerűbb megverni, mert akkor amíg az egyiket lefogja, addig a másik... Másik tudja ütni. Oké, most félig meghalt, de még újra spónol. Ajjajjajjajjajjajjajjajj. Lesz ebből még baj. Egyébként, amit én még szerettem ezekben a játékokban, hogy kellett hozzá úgymond fantázia ahhoz, hogy tényleg... Sikerült, legyőzted. Legyőztem. Na ennyi volt akkor. Például ugye itt egy ilyen háztetőn vagyunk. Nekem nagyon tetszik a grafika. Tehát nézzétek meg, hogy nem tudom mennyire látszik, de például itt olyan, mintha egy toronyháznak a tetején lennék, és ott háttérben ugye a város. A maga város, igen. Itt is ugye egy épületnek a tetején vagyok. Tehát én például annól simán beleértem magam, hogy itt a Pest Erzsébeti panelházak tetején bujózunk. Jó, na, akkor okay, folytassuk, szóval... és most már akkor tényleg jöjjön a Sega. Jöjjön a Mega Drive, oké. Okay. Na. Szóval akkor mi most a Mega Drive 1-est fogjuk használni. Ezek a játékok, ezek Mega Drive 1-es játékok? Ezek 1-es, 2-es. Kompatibilisek akkor. Kompatibilis, tehát technikailag ugye a Mega Drive 2-t, azt nevezhetjük Mega Drive Slimnek is. Ugye, mint például... Vékonyabb, kicsivel. Hát kisebb, ha megnézed. Hát tényleg. Kisebb. Annyiban volt különbség... Hát az érdekes, aha. Igen, annyiban volt különbség, hogy ugye a CD-s egység, ami már volt téma, más kellett hozzá. Tehát más CD-s egység volt az 1-eshez, más a 2-eshez, bár rá lehetett kendácsolni az 1-est is a 2-esnek a CD unitjára. És vice versa, tehát hogy ugye ilyen kis kiegészítő műanyag füttyök. Tehát várjál, most még egyszer, 88-ban jelent meg akkor a Sega Mega Drive. Igen. A klasszik. Igen. És jött hozzá ki CD Drive. Nem akkor, később. Tehát később jött hozzá. 91-2. Aha, hát tehát utólag adták ki hozzá CD-t. Nem, mondom, azért mondom, volt 88-ban CD, persze, hogy volt, de hát szerintem az olyan drága lett volna, még mondom 90-es évek elén is akkor drága volt. Hát a Mega CD is nagyon drága volt. Tehát tulajdonképpen ezért bukott jó nagyot a Mega CD, mert ahhoz képest, hogy milyen rohadt drága volt, kevés volt hozzá a játék. Bocsi, várjál, ezek a live-ok felmennek a YouTube csatornánk is elindult, ugyanúgy BRSK Official néven, és hogyha van, aki annyira fanatik... Kedves nézők, melyik játékot próbáljuk ki ezek közül? Egyébként egy hozzávetőlegesen megjegyzem, hogy a Mega Drive-hoz is van Everdrive-om, csak az jelenleg sajnos nincs itt nálam, mert Levente barátomnak kölcsön adtam. Na ja, semmi tip? Mit indítsunk? Hát, hogyha semmi, akkor indítunk valamit. Kalódusz? Hát akkor Sonic megjött az első. Legyen Sonic. Aha, jó, oké, mert elkezdték válaszolgatni, Sonicot kérik. Jó, mert a Sonic 3 mondjuk. Na ő például pont egyébként egy Genesis cartridge. Ó, hát többen is mindenki a Sonicot írja. Jó, nézzük meg a Sonicot. Rendítsek. Ő egy Genesis cartridge, ami azt jelenti, hogy ez egy amerikai cartridge. Ugye Amerikában a Mega Drive-ot Genesisnek hívták. Jó, és se tudja, hogy miért. Sega Genesis néven? Sega Genesis. Így nevezték Amerikában. Biztos valami marketing volt ennek is a lényege. De igen, ő volt a Sega Genesis. Hú, de jó hangja amúgy. Na, és akkor a lényeg az, hogy ő már képes volt arra, hogy mentsen. Egyébként a NES-en is voltak olyan játékok, amik tudtak menteni, bár ugye sok esetben ott az volt a gond, hogy ott... Kártyára mentett vagy romba? Hát a romban volt úgymond egy kis elem, ami ugye, hát igazából RAM-ba mentett. Hát akkor várjátok, kazettán volt ez a RAM. A kazettán volt a RAM, igen, SRAM, amit ugye egy gombelem táplált meg, nyilván, hogyha lemerült a gombelem, akkor buktad a mentést. Tehát akkor minden kazettában a játékszoftveren kívül volt még egy SRAM, igen, amiben ment a mentés, plusz egy gombelem, ami tartotta az SRAM-nak. Jó, drága volt akkor. Hát nem volt olcsó, igen. Tehát egyébként tulajdonképpen, hogyha belegondoltak, egy ilyen cartridge-nak az előállítási költsége sokkal magasabb volt, mint mondjuk egy CD-s játék, vagy egy SD kártya alapú játék, ugye a mai napokban mondjuk a Nintendo Switch-et nézzük. Na, lényeg, hogy most ugye elkezdünk Sonicozni. Ugye ez a Sonic 3 nevű játék, tehát ugye a Mega Drive-on ez már egy eléggé... modern játéknak számít. Mikor jelent meg a játék a Sonic 3? Lehet tudni amúgy?
Körülbelül. Akarok baromságot mondani, szerintem ilyen 91 körül. Tehát akkor ilyen játék a Sonic 88-ban jelent meg. Tehát a Sonic 3 hát ilyen 90-es évek elején, hát ahhoz képest, amilyen szépen, állj meg, mosodik, mutassuk meg a karaktert. Tehát ugye ezt így Sonickal és TS-szel vagyunk. 1991 körül, és hát annyira sajnálom, hogy kicsit vibrál amúgy a monitor, de tehát nagyon jó van amúgy, nagyon jók az effektek. És ahhoz képest bazi gyors a játék. Tehát ugye a Sega ugye marketingelte a Blast Processing nevezetét. 94 azt írják. A 3? A Sonic 3 94-es? Hát... nem kizárt, de... szerintem a Sonic 3 korábbi lehet. Tehát a Mega Driver Sonic 3 szerintem korábbi, de lehetséges amúgy, hogy igaza van a kollégának. Wikipedia szerint. Hát, akkor úgy van. Jó, elhisszük neki, így vagy úgy. Egy 88-as készüléken, egy 94-es játék, ami piszok jól néz ki. Így van. Ugye, technikailag ugye ő volt a Mario-nak anno a riválisa. Hát... nem is akármilyen rivális volt akkor. Borzasztó nagy riválisa. Ugye a Szegások nyilván ugye a Sonicot szerették jobban. És annyiban volt ugye, ez más, mint a Mario, hogy ugye ez nem egy olyan klasszikus platformjáték volt, hanem itt szimplán ugye a sebességről szólt meg arról, hogy minél jobban teljesít a pályát, ugye minél gyorsabban. Ugye itt is ugye boss fightok vannak. Lényegében ugye ezt a játékot is lehetett ketten játszani, tehát ugye TS-szel lehetett lenni ugye a második playernek. Itt az ellenfeleket úgy végeztet, úgymond, hogyha pörögtél. Tehát amikor Sonic ugye be volt bubózódva, akkor tudott támadni. Akkor nem ráugrani kellett, meg lőni kellett, hanem nem, akkor... neki kellett pörögni. Neki kellett pörögni, aha. Technikailag igen. És ez a róka, a csávó az ott mi? A róka az TS. Jó, de az mi? Barátja. Segített valamibe? Technikailag igen, ő is tudott támadni. És ugye itt a lényeg az, hogy vannak úgymond ilyen víz alatti pályák, tehát technikai most ugye víz alatt vagyok. Hát teljesen jól visszaadja, persze. Sanyi neked, hogy biztos meg van a Jazz Jack Rabbit. Hogy ne lenne, persze. Hát a Jazz Jack Rabbit, az tulajdonképpen úgymond a Sonicot kopiszta PC-re. Egész jól amúgy, hozzáteszem. Igen, igen, az a Jazz Jack Rabbit az... Jazz Jack Rabbit amúgy jött ki konzolra? Nem, majd... sajnos. Igen, az PC exkluzív volt? Exkluzív, az PC világnak a... Hogy van a VGA-ra csatlakoztatva? Van hozzá valami átalakító? Gondolom, az ugye ez nem VGA monitor. Ez nem VGA monitor, ez ugye egy Commodore RGB monitor. És... ez karton? Ez karton egyébként, de RGB-n. Megmutathatjuk. Gyere, Sanyi. Nézzük meg a csatlakozót. Azt! Így. Világítunk, várjál. Hozom a lámpát. Okay. Megmutatjuk akkor, hogyan van rákötve. Tehát ugye... tehát sima klasszik SCART csatlakozó. Skárton. Igen. De tulajdonképpen amúgy a SCART sem mindegy, mert abból is ugye létezett olyan, ami kompozitot vitt át. Nekünk ugye itt kifejezetten az RGB kell különben. Tehát ugye a videójáték konzoloknál még erről nem beszéltem, de ugye van a kompozit csatlakozó, ami ugye sima RCA-nál, ugye az a sárga színű videócsatlakozó, meg még hozzá ugye a két audio. Na most ugye az RGB-nél ugye külön van a szinkronjel, meg ugye a három darab szín. Tehát technikailag ugye a videójáték konzoloknál az analóg képát vitt el, hogyha CRT monitorra kötjük. Ez a legjobb módja annak, amivel szép színeket tudunk kapni. Aha, cseres. Tehát, hogyha csak szimplán mondjuk kompozit, ugye itt ez a CVB és ez a kompozit videó szignál, ha ezen keresztül kötném rá, sokkal rosszabb lenne a képen. Közben valaki off-ba már észrevett, hogy ez egy Guitar Hero gitár. Ja, van az is. Bizony, van az is. Lehet téma a későbbiekben, hogyha eljutunk az Xbox 360-ig. Na. Oké. Szóval, ez volt a Sonic 3, most belepislanthatunk a Sonic 1. Kedves Tamás, még mielőtt kilépsz, valószínűleg úgy lesz, hogy lesz egy fél órás szünetünk. Ha esetleg nem látod a live-ot, akkor érdemes egy kicsit várni, mert szünet után fogjuk folytatni. Szóval... de ő itt a Sonic 1. Hát... ezen egy 91-es dátumot látok.
de ez egyébként egy európai kiadás, szóval simán lehet, hogy mondjuk Japánban előbb megjelent, mert általában így szoktak lenni. Háttérben meg megy a Dreamcast, igen, jól kiszúrtátok. Pontosan. De majd meg fogjuk azt is nézni. Azt mindenképpen, mivel személyes kedvencem a Dreamcast, azért az mindenképpen muszáj az. Ez volt akkor az első. Ah, itt is 91-et ír. Akkor igen. Viszont ugye ez az európai verzió. Én nagyon szívesen bemutatnám nektek az amerikai per japán NTSC verziót. Gyorsabban fut. De azt mondom, Levente barátomnál van jelenleg az Everdrive-on, úgyhogy sajnos arra ebben a pillanatban nincs lehetőség, úgyhogy ezzel kell beérnünk. De amúgy, amit, ha megnézitek, akkor nagyon szép ilyen... A klasszik Sonic zene! Igen, ez az Origi Sonic. Egyébként a Sonic játékok közül, majd a Mega Drive-os Sonicok közül én ezt kedvelem a legjobban. A PC-re is amúgy kijött a Sonic, tehát volt ilyen... Hivatalosan? Szerintem igen. De több, később, nem? Jóval később, igen, de tehát volt PC-re is Sonic, és én is felraktam egy retro PC-mre, és onnan ismerem amúgy a zenét. Egyébként igen, mert ugye amúgy a Sega, az, neki voltak ilyen jó szokásai, hogy egy csomó Mega Drive Saturn játékot kiadott például a PC-re. És ez szerintem amúgy egy roppant menő dolog, mert ez volt az első pálya. Tehát Sonicnál lényegében egyébként az a játék a speedrunról szólt. Tulajdonképpen nem az volt, mint a Mario-ban, hogy nagyon részletesen átnézzünk mindent, hogy a szikreteket kicsit így megvizslatjuk, hanem ott toljuk, mint a güzű. Less processing. Ezzel hirdette a Sega a konzolját, hogy a Nintendo-nak nincs less processing-je, neki van egyébként. Tulajdonképpen senki nem tudta annól, hogy mi ez, de tudod, a gyerekek körében ez ilyen nagyon jól hangzott, hogy ő az én konzolom tudja a less processing-et. Akármi, mindegy, mi ez, de jó hangzott, és akkor tudja. Igen. Mai napig is nagyon jókat szoktunk amúgy ezen mulatni. Egyébként ugye az a vicces, hogy aki benne maradt a retróba, tehát annó Szegás vagy Nintendós volt, és mai napig mondjuk szeret játszani ezekkel, az a Nintendós kipróbálta a Szegát, és érzi annak az értékét is, a Szegás a Nintendót. Egyébként ami nekem nagyon tetszett például ebben a játékban, nagyon sokat szokták mutatni. Nézd, Csanyi! A vízesésnél ez az áttetszőséget. Aha, tényleg! Tehát ez... Ez annó eléggé megfogott engem, hogy ez tud ilyet, mert például ugye a NES-en ilyet nem láthattunk. Amúgy, ami jó ebben a korszakban, a 16 bites... Majd szeretnék majd, hogy kipróbálnánk a Mega Drive 2-t. Nagyon rossz hírem van, hogy... Akkor nem próbáljuk. Nincs lehetőségünk, mert a kábelei és a tartozékai Levente barátomnál vannak. Értem. Jó, akkor kipróbálni nem fogjuk. Itt van, megnézzük. Amúgy nagyjából ugyanezt az élményt adja. Tehát, különbség amúgy mi volt a kettő között? Hát annyi, hogy ugye... Fő különbség amúgy igazából a Mega Drive 2 rosszabb, mint az 1-es. Nem mondod. De, mert az 1-esnek volt stereo audio kimenete, tehát hogyha ide kötötted a hangcuccot, és ugye itt volt rajta egy hangerőállító, ez technikailag arra lett kitalálva, hogy egy fülhallgatóval tud játszani, de amúgy igazából ez egy AUX csatlakozó, tehát ide hangszórót rá tudsz kötni, stereóban adta ki. Neki csak mono audio kimenete van, nincs már, ezt lesporolták róla, ugye neki egyedül ugye a videó kimenetéből jön ki. Tehát akkor igaziból ez nem előrelépés volt, hanem hátralépés. Nem, hát ez egy slim verzió, így már tudod, itt már azok költségcsökkentésre törekedtek. Tehát ugye ennek az alaplapja az hát több chipből áll, mert ugye nyilván úgy volt, hogy több funkciót akkor már egy chipbe integráltak a Mega Drive 2-nél. Tehát például ugye a memória vezérlőt, a mappert, a két audio vezérlőt, azokat ugye integrálták egy chipbe, még ugye a Mega Drive 1-esnél ezek mind külön egységet képeznek. Tehát a játékok ellen is akkor teljesen kompatibilisek voltak. Össze-vissza, tehát ez technikailag mondom olyan, mint hogyha ha veszed az Xbox 360-at meg az Xbox 360 Slim-et. Tehát például világos. Ez nagyjából az a fázis. Amúgy egyébként a NES-nek is készült egy slim verziója, nem rendelkezem vele, Super Nintendo-nak is készült egy slim verziója. Én amúgy nem szeretem semmilyen konzolnak nagyon a slim verziója. Hát ez a Famicom, akkor végig is ez a Family Computer szóból ered? Igen. Tehát ugye a japánoknál ez jó szokás, hogy ők szoktak ilyeneket csinálni, hogy rövidítgetnek, és akkor az lesz egy kifejezés. Csak azért, mert ugye itt van a eredeti Famicom. Igen. De ez már egy Nintendo, ami szintén Famicom? Super Famicom. Az fog mindjárt jönni, Lotus-ozunk egyet. Lotus-ozunk egyet, és akkor jön a Super Nintendo. És utána szünetet tartunk. Így van. Hoppá, eredeti doksik. Megvan az eredeti manuálja, meg minden.
Úgyhogy ez erre vigyázok, erre a Lotus példányra. Ugye ez egy EA-es cartridge. Ugye az EA egy kicsit másfajta cartridge-okat gyártott a Mega Drive-hoz, mint a többi gyártó. Annyi különbség, hogy az amerikai meg a japán Mega Drive-nál, hogy tudok mutatni egy japánt is, ha esetleg arra elsétálunk. Arra elsétálunk. Az gyűjtői példány. Egy gyűjtői példány. Egyszer mondjuk kimertem vinni az egyik VRS-kára. Ki is volt, ki is lehetett próbálni amúgy, vagy? Próbálni. Bátor vagy. Az voltam, leszoktam róla. Nem lett ugye baja? Nem lett baja, de... Na, ő a japán Mega Drive. Ez látszik, hogy minőségben tényleg mennyivel jobban néz ki. Tehát ő egy igazán különleges darab, és ugye neki más a cartridge foglalata. Tehát ugye a japán meg az európai meg az amerikainál annyi különbség van, más a cartridge foglalata, tehát tulajdonképpen bizonyos cartridge-okat nem tudtál beledugni ebbe, mint az európaiba. Kivéve, hogy az Electronic Arts ezt megoldotta. Egy kicsit másképp, hogy ők olyan cartridge-okat gyártottak, ami mind a kettőbe belement. Ahogy csinálta ugye ezt a Krix az Everdrive-val is, az is ugye univerzális cartridge, belemegy mindegyikbe. Na, oké, tehát akkor nézzük meg ezt a Lotus-t. Ugye ez egy PC-s játék, csak portolták meg a Drive-ra, 93-ban. Nem, ezt megint nem tudtam, tehát akkor az eredeti Lotus az PC exkluzív volt, majd később nem lett exkluzív, mert portolták. Tehát akkor igen. Nem konzolról PC-re, nem PC-ről nem. Konzolra. Így van. Érdekes. Szoktak ilyet is. Figyelj, van egy kérdés, természetesen erre is mondhatsz nemet, hogyha nem kívánod, felteszem, max azt mondod, nem nincs ezzel semmi gond. Körbe mutatnád el a szobát? A persze. Jó, akkor jó, akkor mutasd légy szíves körbe a szobádat, és akkor visszatérünk a Lotusra, mert tényleg sok érdekes dolog van. Csináljuk. És akkor szerintem ezt a következő live-ban is meg fogjuk amúgy csinálni, mert biztos lesznek új nézők. Rendben. Jó, akkor menjünk körbe a szobán. Kezdjünk arra felé. Hát őszintén ez egy kicsit foghíjas lesz a polc, mert ugye... Hát figyelj, kóra jól néz ki a polc, de nem mondja ezt. Foghíjas lesz, mert megkérdez, hogy pakoljam őket le. Jó, oké. Tehát most egy kicsit le van pakolva, de az is kell a kedves nézők miatt, hogy minél több mindent ki tudjunk próbálni. Na, ugye szóval. A live elején kipakoltuk a sárga kazettás játékokat, mert ezeket is megnéztük. Akkor innen indítom, tehát tulajdonképpen az van, hogy amihez tudom, én beszerzem a dobozát is, vagy próbálok dobozos példányt gyűjteni. Ugye a Sony PS3, a Nintendo Switch és az Xbox 360, ezeket annó még újonnan vettem, úgyhogy tulajdonképpen ezek a teljes mértékben a saját beszerzéseim. Aztán... A Samurai Pulcsit hol vetted? Azt a páromtól... mondjuk úgy, hogy nagyjából volt páromtól, ez most mindegy, lényeg kaptam, ő vette nekem egy karácsonyra. Miért Samurai Pulcsi? Azért, mert Cyberpunk 2007. De hogyan szúrta ki a kedves néző, érted, hogy én a hátamon. Nem tudom. A lévő logóból. Na, mindegy. Szóval, ugye, amik itt nekem vannak, Everdrive-oknak a dobozai, az X-Station-nek a doboz, az X-Station majd remélhetőleg lesz rá időnk is, be tudom mutatni. Ez a Sony PlayStation 1-nek egy modja. Tulajdonképpen az optikai meghajtó ki van szerelve belőle, és helyette egy SD kártya foglalatot kapott helyet, és SD kártyáról tudja futtatni a játékokat. Aztán ugye másik Everdrive-nak a doboza, ez a Dreamcast GDMU-nak a doboza, ami szintén ugye a Dreamcast-ben van egy olyan eszköz, amely... amely ugye SD kártya emuláció, ez a Prism, ez a GameCube-hoz egy HDMI adapter, hogy ugye ha esetleg modern TV-re szeretnénk rákötni, ez meg a Saturn-nak ugye a Fenrir, szintén ugye optikai diszk emulátor. Jaj, ezek legalább nem eredeti játékok. Ez egy... átalakító igazából, amivel a... VMU csak SD kártyás? Nem tudom, azt mire kérdezték. A VMU az nem SD kártyás. A VMU az VMU. Ott itt is van ilyen. Ezek eredeti VMU-k. Tessék, itt a VMU. Ez ugye a Sega Dreamcast-nek tulajdonképpen a memória kártya egysége, amit ki tudtál szedni a konzolból, és olyan volt, mint egy Tamagotchi egyébként. Tehát lehetett rajta úgymond ilyen állatokat nevelgetni, meg... Nem mondod! Tényleg ugye a Sonic 2-ben lehetett úgymond gyűjtögetni a kis állatokat, és lehetett őket nevelgetni, mint egy Tamagotchi. Ezt vietted magaddal a suliba, meg minden. Rohadt menő. Nekem is volt Tamagotchim. Én csak akartam, de nem volt. Na mindegy.
Szóval, amit itt még láttunk. Tehát a VMU az akkor a Dreamcast-nek a Visual Memory Unit-jából ered. Aha, értem. Na, tehát ugye egyébként ez egy dobozos japán Dreamcast, ez egy japán Sega Dreamcast billentyűzet, dobozos Dreamcast kontroller, ahhoz okoz kis kábelhosszabbítók, meg ugye a VMU-k. Aztán itt, amiket láttunk, ez egy modern eszköz, ez NES-hez ilyen arcade stick egyébként, még nem bontottam ki őket, valahol valamikor egyszer vettem, mert miért ne, jól jött. Ez egy Nintendo-s Vans cipőnek a doboza. Cipő. Ne, nagyon beteg. Igen, sajnos széthordtam, de megvan még a cipő, nagyon szerettem annó. Ez egy európai Dreamcast billentyűzet, meg is tudom mutatni. Ha már itt vagyunk, öcs. Ez ugye a Dreamcast-nek, hát majd téma lesz, de különlegessége, hogy volt hozzá billentyűzet. Ez rendesen PC billentyűzet kinézetű. Mm-hmm. Windows gomb helyett mi van? S, funkció, valami funkció gomb. S. Mint Sega. Az a Sega gomb. Sega gomb. Igen, ami menő lett volna, hogy ezt a csavaros logót teszik inkább rá. Mindegy. Szóval... Ugye a Dreamcast-re egyébként később lesz téma, de azért elmondom, hogy megjelent rá az Unreal torna. Miért kellett hozzá a billentyűzet? Meg egér, azt mondják, hogy valaki, hogy volt egér is. Volt egér, az is van nekem. Elmondom, mert megjelent rá az Unreal Tournament, a Half-Life, jó, Half-Life-ot nem adták ki, de félig meddig elkészült rá, aztán ugye Unfinished verzióba kiadták rá. A Quake 3 Arena, a Quake 1 is azt hiszem, a Soldier of Fortune, tehát csomó úgymond PC és FPS játék megjelent rá, ami támogatta. Volt rá a Typing of the Death, ami ugye a House of the Death-nek egy ilyen érdekes billentyűzetes változata volt, ahol úgymond ugye írhattál. Tehát tulajdonképpen a billentyűzettel ölted a zombikat azzal, hogy szavakat írtál le. Aztán... Internethez lehetett csatlakoztatni lehet, amúgy? Igen, meg is mutatom, hogy nézzétek. Ja, közben más is írja, hogy lehetett internetezni volt vele. Volt egy ilyen dolog, ez tulajdonképpen egy internet böngésző, amit be tudtál bootolni a Dreamcast-tel, és... Valaki írja, hogy egyre jobban tetszik a Dreamcast. Ugye? Yeah. Meg van neki akkor a varázsa lényegében, mondhatjuk. Nem is kicsit, tehát tulajdonképpen az volt az első igazi online konzol. Tehát Quake 3 az meg útézni online tudtál vele. Tehát nem csak, hogy lehetett internetre kötni, hanem kifejezetten jelentek meg rá erre játékok, amik ki is használtak. Pontosan. Sőt, ugye rengeteg kiegészítője volt. Tehát egy, hogy lényegében az volt az első igazi. PS3 fart van az a kérdés, de ugye ezt majd, ugye most még 1988-nál is az első Sega Mega Drive-nál járunk gyakorlatilag, úgyhogy ma lehet, hogy eljutunk oda ennek a live-nak a folytatásába. De egy 5-10 perc van, ne haragudjatok, de muszáj egy kis szünetet tartanunk, szóval még egyszer mondom, hogyha szívesen nézitek tovább a live-ot, mert látom azért most megint egész sokan vagytok itt, tartunk egy 20 perc fél óra szünetet, pisi kaki szünet, visszajövünk és folytatni fogjuk, és akkor ugye beszélgettünk arról, hogy lehet, hogy más témába fogunk belevágni, de szerintem lehet folytatni a konzolt, hogyha te is gondolod. Jó, hogyha kedves nézők, hogyha tetszik a téma, akkor konzolokkal majd még egy bő másfél órát le fogunk húzni. Mindjárt most befejezzük, még egy 10 percig még nyomjuk kb. És akkor utána szünet, és akkor folytatni fogjuk. Mehet, folytassuk, akkor mehet. Most, hát még ezt a 10 percet még azért fejezzük már még be. Jó, tehát lényeg, hogy ez egy dobozos Commodore 64, ez egy... Retron HD, ami egyébként egy olyan modern konzol, ami hardveresen kompatibilis a NES-szel, meg a Super Nintendo-val. Azt azért van egy kis PC-s cucc is. Hát, persze. Én is örülök neki, van valami nekem is tetszik. Igen. Lényegében ugye nagyon szépek a dobozai, gyűjtök azt is egyébként PC-t természetesen. Kedves Olá Tamás, én meg köszönöm neked a sok visszajelzést, meg azt, hogy amúgy te az összes live-omban amúgy itt vagy, mindig szoktalak látni, úgyhogy pont ezért csináljuk és látjuk azt, hogy van ennek értelme, amit csinálunk. Úgyhogy folytatjuk a műsort, folyamatosan lesz, nem csak most hétvégén, lesz még máskor is, meg hát ahogy eddig is megszoktátok, nyomjuk a műsort. Ez egy Grievous Ultrasound Ace dobozos? Dobozos. Elvész csába. És megvannak a kis flopiai, meg mindene is. Azért erre nagyon... Hát ez nem tudom, 200 ezer forint még itthon is amúgy. Erre nagyon büszke vagyok, tehát ezt nagyon szeretem, ezt a kártyát. Közben hallom a háttérben a Lotus-t. Ez a
Mondjuk úgy, hogy a gamer PC-mnek ugye a videókártyája, meg a processzora. Ez most egy kicsit ilyen off-topic, és akkor folytassuk igen. Akkor a konzolokkal. A haldobozos PS2. Tehát van egy bontatlan japán PS2. Ja, bontatlan. Igen. Nem, már komolyan. De már. Bontsuk ki. Nem. Nem unboxing videó. Szóval... Sega Dream, figyelj, folyamatosan, úgy látszik, most csatlakoztál akkor a live-ba, folyamatosan dumáltunk a Sega Dreamcast-ről és a kiegészítőikről. Fogunk is még, játszunk is vele majd. És akkor annyit fogok mutatni, hogy ennek a live-nak, hogyha 10 perc múlva vége, mert muszáj egy kicsit szünetet tartani, ott már amúgy be van röffentve egy Sega Dreamcast, ez amúgy folyamatosan ment a háttérben olyan kert csináló, tehát fogunk Sega Dreamcast-tel is foglalkozni nagyon sokat, időrend és órendben haladunk, hát lassan két órája pörgetjük a live-ot, de még mindig csak 1988-nál járunk, úgyhogy, ja, majd igen, folytatjuk. De most, meg, jó, most egy, volt egy kérés, hogy nézzük meg a polcot, és akkor most megnézzük a polcon lévő cuccokat, amolyan off-topicként. Ugye van ugye a Super Famicom, amit már láttunk kitéve, ugye ennek a dobozos verziója, és ami ugye különlegesség, hogy ugye a Nintendo 3DS-ből is készült egy ilyen Super Famicom limitált kiadás, ugye hasonló a doboza is, meg magának a konzolnak a dizájnja is, egyébként ugye kézi konzol, Game Boy Advance, az is egy kézi konzol, ugye ezek az 8BitDo nevű márka, ez ugye régi konzolokhoz gyárt modern hardvert, nagyon jók egyébként, nagyon minőségiek, bármilyen retrósnak előszeretettel ajánlom, úgyhogy akinek van hozzá affinitása, hogy modernebb kütyükkel szeretne játszani retro hardverén. Konami, ez a mi japán belpiacos cucc, az Konami, mi az? Ez egy táncszőnyeg. Táncszőnyeg, ez PlayStation 1-hez, ugye a Dance Dance Revolution. PlayStation 1-hez? Igen, PlayStation. Nem á. A Dance Dance Revolution nevű játék, ugye, ami lényegében ez a táncgép volt akkoriban, mai napig nagyon híres. Hol a GameCube? Valaki itt a GameCube is. Ott van. Ja, ott beszéltük a GameCube-ot, aha. Azt, azért BRS-ken azt ki lehetett próbálni, meg persze. Ki is lehet, aha. Igen. Négy játékos módban mit is játszottunk Mario rajta? Kart. Mario Kartot, azaz. Az nagyon híres, tehát azt mindenki nagyon szereti. Az összes eddigi kiállítás, amin kiállítóként részt vettem, mindenki szanaszét GameCube-ozta magát. Tehát az a Mario Kart az egy örök klasszikus. Oké. Okay. Na, meg hát egy csomó Windows-os, vagy pár PC-s szoftver hát, még. Igen, tehát hogy... Látom azért ebből is egész szépen be vagy spájzolva. Igen, tehát így... Szoftvereket visszakaptad tőle, rendben vagyunk, igen, nem is kérdezik, nem is beszéltük. Persze. Jó, mert kettő szoftvert félretettem, hogy ez nem tudom, hogy ez ennyi vagy a tied. Szerintem... Aztán mondom, akkor azt mondok, ergom én. Jó, oké. Okay. Hát én itt jó vagyok ezzel. Igen. A Windows 95 is egyébként nekem elég sok szép emléke. Sokat beszélgettünk amúgy a piacos Nintendo-ról, nagyon-nagyon sokat, a live elején. Itt vannak a cartridge-ok. Kiraktuk a cartridge-okat, beszélgettünk róla, hogy is volt, hogy is jött. És hogyha már még mindig témában vagyunk, akkor bemutatom, hogy ez az eredeti. Tehát ez ugye a Famicom-nak a kazettája, ugye ilyen szép dobozokban volt benne. Ugye ez például a tenisz nevű játék egyébként, ezzel annó játszottam ilyen... piaci formátumban is, és szerettem, mert jó kis kooperatív teniszjáték egyébként. Köszönjük természetesen a sok bekövetést, és ahogy mondtam, nem tudom, mióta nézed a live-ot. Ezelőtt is csináltunk folyamatosan hasonló jellegű live-okat, meg ezután is nagyon sokat fogunk, ma a live maraton van, még szerintem, ugye befejezzük egy 5 perc, nem áll lóg a nyelvünk, de kicsit pihenünk, és akkor egy fél órát szusszanunk, és akkor folytatjuk, még lesz itt még konzolokból szerintem egy 2 órás műsor, illetve este pedig épülgépekkel fogunk foglalkozni, vagy késő délután ilyen 4-5 óra fele, a 90-es évek épülgépeiket is meg fogjuk majd nézni, egy másik társamhoz fogok menni látogatóba, és nála is beszélgetünk, tehát ha bírjátok az ilyet, akkor lesz még ma is műsor. Ja, és tessék szépen a szünetben visszanézni a BRSK Officialnek a feltöltött videóit, mert az utóbbi időben nem nagyon pörögnek annyira videóink, pedig kurva sokat dolgozunk rajta. Nézzétek meg, mert a tök PC-t is kiraktuk, hogy hogyan készült a tök PC, aki nem tudná, mi az, pont ezért nézze meg. Szóval, ja, oké, folytassuk. Tehát a lényeg lényegben, hogy ugye ez a Philips Video Pack, vagy Magnavox Odyssey. És igen, bocsánat, még akkor erre is válaszolok, azt akkor tényleg folytatjuk. Nagyon helyesen is simán kiverem egy ilyen gépre, tehát alap. Mert valakit, hogy kivertem, én is kiverem rá. Tehát persze, mi IT-guruk szeretjük az ilyesmit, és pont ezért csináljuk. És igen, ez egy retro túra, tehát maga a BRSK Official TikTok csatorna a retroról szól. Ugye nekünk van egy rendezvényünk, amit minden évben egyszer legalább megtartunk. Két rendezvény között, ugye ezt a rendezvényt több mint 200 számítógép, 45 ember szokta csinálni, 800 négyzetméteren szokott meglenni ez a rendezvény fülén. Két kiállítás között pedig pont ezért csináljuk ezeket a live-okat, hogy aki esetleg nem tudott eljönni a kiállításra, vagy hát szeretné, hogy még több anyaggal tudjunk kedveskedni nektek, tehát akkor ez live formájban nektek ezért ezt csináljuk.
Így van. Na szóval, tehát hogy ugye ez a úgymond a legrégebbi konzolom, amivel rendelkezem, ezt egy kedves kollégától kaptam, ő adományozta nekem a BRSK-n, nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy innen is köszönöm. Ez mi a franc? Ez egy Philips Video Pack, Amerikában úgy hívták, hogy Magnavox Odyssey 2-es, tehát ebbe is cartridge alapú játékok mentek. MSX van? Nincs MSX-en, sajnos, nagyon szeretném, hogy legyen, de az még nincs, majd tervbe van. Nos, őt nem tudtam még beüzemelni, mert sajnos RF kimenettel rendelkezik. Oda megy bele a játék, mi? Igen, majd előbb-utóbb el fogok. Minek van rá billentyűzet? Hát ez majd egyszer. Tök érdekes, hogy konzol, tehát ez egy ekte igazi rendes konzol. Ez egy konzol. De azért van neki egy teljes értékű billentyűzete. Igen, hát gondolom volt, ami támogatta. Úgyhogy majd egyszer feltérképezésre kerül, mondom, ez az a korszak, ami nekem már nem volt profilom, tehát én ugye Nintendo Entertainment System-től fölfelé vagyok, úgymond művelt, ez nekem teljesen off, de neki fogok állni és ismereteimet bővítem vele. Enterprise is van amúgy, pont ezzel megnéztük, de ugye ez nem konzol, tehát ez csak így off-topicként megnéztük. Igen. Hát ezek egyébként, ezek a mikroszámítógépek szintén nem nagyon profiljaim van. De hát azért, egy is, de azért előbb-utóbb. Nincs is olyan számítógép gyűjtő rajongó, vagy akár konzol gyűjtő rajongó, akinek azért egy-egy ilyesmire figyelne azért be, tehát az kell. Aztán itt, amiket látom, itt azért foghíjas ez a polc, egyébként tele volt az egész, csak... Mert hát ide pakoltuk ki nektek, és ugye ezeket próbálgatjuk, és játszunk rajta. Hát ez... Így van. Tehát ez amúgy akkor két láb között, hogy így mondjam, akkor a polcon van. Ez a sok cucc, itt van akkor a helye. Így van, és hát akkor itt vannak egyébként a PC-s játékaim, a PlayStation játékaim, a Dreamcast játékok, Famicom játékok, itt egy Atari egyébként. Ez egy Atari 2600-as játék. Atari 2600-as játék. Egy 78-as 78-as, darab. Hadd nézzem már meg a matricát rajta, kicsit fordítva tartod. 78-as Atari 2600 eredeti játék. Nagyon menő. Igen. Ez is kell majd egyszer egy gépet szerezni. Lotushoz Lotus. Lotushoz Lotus. Aztán, hát ugye a mai napig adnak ki a Nintendo Entertainment. Itt most nálunk nem lesz videótompong. Ez mihez van az a játék? Ez a Nintendo Entertainment System. Ez egy modern játék egyébként, a Metal Storm. Ez egy modern fejlesztés, és hát ez még... Fóliás, dobozos. Igen. Amit oké, dobozos, de egy fóliás. Ezt nem is fogom kibontani egyébként. Egyébként jó játék. Aztán ugye van Dr. Mario is. Ez is dobozos. Szoftverek tekintetében mindig van hova bővülni. Ugye van Xbox 3... Tudsz még manapság szerezni ilyen korhű játékokat? Tehát beszerezhető-e... értékesek ezek a szoftverek, ugye ezekről nem annyira beszélgettünk. Igen, az beszerzésük az egyébként nagyon, hogy mondjam, hektikus. Tehát attól függ, hogy honnan. Tehát hogyha van mondjuk akkora mázlit, hogy kimész esetleg egy piacra, és a piacon felleled azt, hogy ott van egy szatyorba egy csomó ilyen játék, amit mondjuk valaki kilomizott vagy szerzett, és megszerzett baromi olcsón, akkor szuper, akkor nagymákod van, akkor feltehetőleg akár még ritkaságokat is szerválhatsz bagóért. Ha másik gyűjtőtől veszed, videójáték kereskedőtől veszed, műkedvelőtől veszed, vagy olyantól veszed, akinek van, tudja, tisztában van az értékével, hát itthon az a szerencsét, hogy akkor megsporolod úgymond legalább a házhoz szállítás költségét, vagy a vám költségét, akkor nem lesz olyan olcsó, de még mindig jobb, mintha az eBay-ről veszed. Szopós, tesó, ez neked szól. Szopós, tesó, szopós, úgy kell mondani, nem hektikus a beszerzés. Az. Az rohadtul az, mert tulajdonképpen ebben a helyzetben megszívod. Tehát ha eBay-ről akarsz rendelni, akkor ott van még rá a vám. Tehát van, most a magyarra mondva, hogyha jól értem, tehát akkor igaziból két irányba vagy. Az egyik irány az, hogy vagy bemákerolod piacon olcsón, azt ja. Akkor vagy van, vagy nincs. Ja. Hogyha nagyon gyorsan akarsz szerezni, akkor be tudod szerezni, csak hát minden pénz kérdése. Nagyságrendileg eBay-en mondjuk mennyi egy átlagos játék, egy klasszik Nintendohoz. Attól függ, hogy mi, mert ott is vannak úgymond kategóriák. Tehát van, ami mondjuk, van olyan játék, ami több százezer forint. Van olyan mondjuk, ami ilyen egy 10-20 ezer. Tehát ilyen 10-15 ezer forintért akkor már kapsz
kapsz játékot, tehát 5000 ér is kapsz már játékot, csak attól függ, hogy mit. Tehát ugye nyilvánvalóan vannak ilyen értéktelenebb kategóriák, amik mondjuk nagyon híresek, de ilyen mondjuk Mortal Kombatot azt ilyen 20 alatt nem kapsz meg, az biztos. Tehát vannak kategóriák. PS1-re megvan neked a Metal Gear Solid amúgy? Ha, itt van. PS1-re Metal Gear Solid. Nagyon jó. És még egy, hát eléggé off-topic kérdés, de azért felteszem, mert hát persze mindenkinek segítünk a kérdésére válaszolni, hogyha így nagyjából belefér. Cségóról kérdezett az úriember, PlayStation 3-ra Cségó fizikai lemez létezette. Tudsz-e erről? A Go biztos, hogy nem. Source, igen. Chase Source, az volt. De muszáj szünetre mennünk, mert lassan a készülékem is lemerült, tehát ha más nem, akkor ő mondja a stoppot. Amúgy még mutatok egy gyors, izgalmas dolgot. Na. Ez még nincs konzolom. C64 cartridge-ed van amúgy? Nincs. Hogyha C64 cartridge-et szeretnél látni, akkor ezt kicsikét zárőlesen mondom. Ugye már sokan hallottátok, ma live maratont tartunk itt a BRSK Official TikTok csatornán. Este épülgépekkel fogunk foglalkozni, délután nem tudom, nagyságban rendleg 5 órától egy másik kiállítótársamnál, és akkor ott majd szerintem fogunk tudni amúgy mutatni. Jézusom, mi a franc ez? Te lölni lehetne. Na ez a Neo Geo, vagy Neo Geo-nak a cartridge-e. Ez egy játéktermi gép, amiből készítettek otthoni verziót is, ez a Neo Geo OS. De otthoni verzióra cartridge, ez, nem át, hihetetlen. Ez, igen. Figyelj, tegyél már rá egy izét, egy Nintendo cartridge-et, hogy viszonyításképp, hogy mekkora. Ez a Super Nintendo-i. És megnézed, két nyáklap van benne. Két nyáklap van benne. Valaki írja, azt a kurva, hát igen, én is ezt tudom, ezt így lehet jellemezni. Ez a Neo Geo ugye tulajdonképpen teljes mértékben fogták az arcade masinának a hardverét, és kiadtak belőle egy otthoni verziót. Ez a Neo Geo OS. Na most egy ilyen gépnek az értéke jelen pillanatban ilyen 300.000 forint körülbelül. Beszerzés alatt áll, hogy vegyek egy ilyen gépet. Melyikhez is van ez a géphez? Melyikhez Neo Geo. Is? Neo Geo ez a neve. Tehát ez a tégla Neo Geo-hoz van. Igen, és tulajdonképpen egyébként ez egy nagyon jó játék, ez az Aggressors of Dark Combat nevű játék. Ez egy verekedős cím, és ezért szoktam sok esetben felhozni baráti beszélgetésekkor is, meg mindenféle egyéb izgalmas témában. Mert ebben található meg a játék történelem létező legkegyetlenebb fatality kivégzése. Mert mikor ez a cucc? Ez 92-3 körül. Aha. De amúgy borzasztó szép grafikája van ahhoz képest. Na mindegy, szóval a világ legkegyetlenebb fatality kivégzése. Az a lényeget, arról szól, hogy van benne egy női karakter, és tulajdonképpen a friendzone attack, a fatality kivégzése. Tehát, hogy ha ugye odaig jut a dolog, hogy éppen kivégezni az ellenfelét, ugye a férfi karakter az összes többi, akkor dob neki egy szívecskét, a férfi karakter az azonnal belezúg, és akkor hirtelen oda teleportál egy jóképű pasi a lány mellé, azt megcsókolja, a férfi karakternek kidüllednek a szemei és szívrohamot kap. Ez a fatality. Zseniális! Szerintem tényleg ez az összes Mortal Kombat véres kivégzés ehhez képest semmi. Na, ez volt a Neo Geo. Majd egyszer talán jövőre lesz ilyenem is, és akkor be tudom mutatni. Jó, akkor szerintem most fejezzük be ezt a live-ot, szuszanyunk. Szóval kedves nézők, köszönjük, hogy itt vagytok, vagy meg lesztek velünk, meg voltatok. Nagyon sok cuccról fogunk még beszélgetni. A következő live-ot lehetséges pont így fogom felkonferálni, hogy még egyszer átnézzük a dobozokat, lehet, hogy nem egyből, de mondjuk egy 5-6 perc után, mert biztos lesznek új nézők, ezt azért érdekes, érdemes lesz még egyszer megnézni, hogy bocsi, de ezt el fogom veled még egyszer mondatni. Okay. De utána visszatérünk a kipróbálandó konzolokhoz. És akkor ott jártunk, hogy hát nem mindig csak igaziból a második konzolnál járunk. 1988-ban, mikor megjelent a Sega, ezt próbáltuk ki. Többen kértétek a Sega Mega Drive-ot, majd erről is fogunk beszélgetni. És egy fél óra szünetet kérek, jó? Tehát olyan most van pont dél, ebédeljetek, és akkor olyan fél egy magasságába, plusz-minusz egy pár perc, jövünk és folytatni fogjuk. Tessék szépen addig feliratkozni a csatornára, hogy könnyebben értesüljetek ezekről a live-okról, illetve amíg mi szünetelünk, addig nézzétek meg a csatornán lévő videókat. Jövünk hamarosan, hello, és akkor konzolozunk még tovább.